Sziasztok, Majnik Mona vagyok, ez pedig az őszi újdonságos TikTok live videó. Gyertek, tartsatok velem, nézzük, hogy erre a szezonra milyen anyagokkal érkeztünk. Sziasztok! Sziasztok! Várlak benneteket szeretettel, Majnik Mona vagyok. Gyertek, gyertek! Ugye ja, ma kettő órára ígértem nektek, hogy egy őszi újdonságos live-ot fogunk tartani. aki velünk volt most egy körülbelül egy másfél órával ezelőtt, az láthatta, hogy virággal itt beszélgettünk arról, hogy mi fog ma történni. Szépen elő is készítettem nektek a terepát. Nézzétek csak a kis asztalkámat, kikészítettem a sok-sok szép újdonságot. Itt a telefonomat láthatjátok, mert arról fogom nézni az üzeneteiteket nagyon-nagyon sok újdonsággal készültünk, igyekszem őket nektek mind bemutatni, úgyhogy tartsatok velem. Aki az előző live-ból szeretett volna még kérdést föltenni, vagy bármit, az most itt megteheti, és igyekszem majd rá válaszolni. Gyertek, gyertek, sziasztok! Mutatom nektek első körben, hogy milyen szép hölgy lehet itt az új katalógusunknak a címlapján. Ugye ő az új szépség királynőnk. Annyira kedves kis arca van a leányzónak, ugye ő Haci boglárka, hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült ez az idei címlap, és hát ugye, ha már a címlapnál tartunk, akkor nézzük is, hogy mi van a kezecskéjén a hölgynek, ugyanis ugye az évnek a trend színeivel, az ősztélnek a trend színeivel készültek el az ő körmöcskéi. Ugye mi is lesz az évnek a szezonnak a trend színe? Ja, mint láthattátok a katalógusban, kettő ilyen színünk van, a rózsai bolya, illetve az ezüstnyírfa árnyalat, és nagyon-nagyon sok anyagot hoztunk nektek ebből a két kategóriából, építőzseléket, géllakkokat, mágneses lakkokat. A hölgynek a kezecskéjén két gyönyörű szép árnyalat van, a Eye szilkek közül, a moon, illetve a róz, ezeket most csak első körben megmutatom nektek. Nézzétek csak mennyire szépek, nem tudom mennyire fogja a kamera visszaadni ezeknek a gyönyörű gyöngyházasságát, de mindjárt egy feketét alá teszek, és akkor hát ha, aha, így talán jobban, ahogy a fényekkel játszok. Nekem eszméletlenül nagy kedvenceim lettek, de ugye ezt az előző live-nál is mutattam. És ugye ez a két szín még másik kettővel bővült, tehát ugye ők vannak a címlapon a, boja illetve az ezüst nyírfának a hangulatában. És ugye másik kettő, egy lila, illetve egy fahé árnyalattal bővült ez a egy család. Amúgy az én kezemen is, hogyha megnézitek, a gyönyörű szép fahéj található, de majd kitérünk rá egy kicsit később, ki fogom kenni ezeket a színeket, lássátok majd, hogy hogyan mágnesezhetőek. Csak nagyon gyorsan végiglapozom a katalógust, hogy lássátok, amelyik termék egyébként tetszik, oda megköszönöm, hogyha nyomtok nekünk egy kis szívecskét, hogy lássam, hogy melyik az, ami tényleg igazán nagyon-nagyon tetszik nektek, jó, és akkor azzal biztos, hogy fogok is dolgozni a mai nap folyamán. Nekem egyébként hát megint csak elég sok kedvencem lett ebben a szezonban, nem tudom ti, hogy tud választani. Ugye a Sense-nek jöttek ki gyönyörű szép építő zseléi, mégpedig ilyen nagyon szép kis virágos, szárazvirágos építő zseléi, Ugye ezekről is későbbiekben kitérek. Eszméletlenül gyönyörű mágneses hatás és flash hatás ötvözésében érkeztek hozzánk a Sense-nek az új 3G polis Magnetic Flash lakjai. Ugye ő a másik kezemen található egyébként. Szeretitek, látom, 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 most kaptad meg. Super, szuper, jó, én imádom egyébként a mágneses hatást, és szerintem idén, hogyha a biztosra akarsz menni a szalomba, akkor a mágneses lakkokat biztos, hogy nem fogsz mellé nyúlni. De a száncbe érkezett még egy nagyon különleges kis krómpor is, mégpedig egy, hát igazából, Chrome Mirror White néven fut, de ez gyakorlatilag egy annyira gyönyörű tükrös hatást fog nekünk majd biztosítani bármelyik színfelületén, hogy imádni fogjátok. Tehát aki nagyon szerette ezt a Hailey Bieber vonalat, ugye, amiben a, a White Pearl Clone Port dolgoztuk a körmökbe, akkor ezt imádni fogjátok. Brutálisan szépen csillog, és tényleg, mintha tükörben néznél olyan, úgyhogy majd őt is mutatom nektek. No, írjátok meg egyébként közben, hogy mik a kedvenceitek az idei újdonságok közül, aki meg esetleg a hétvégén elhajózott körömhajónál nem tudta megnézni ezeket az anyagokat, az, hogyha ma velem tart, akkor megmutogatom, hogy milyen anyagok érkeztek, és a webshopban egyébként meg tudjátok őket vásárolni, ugye a Krisztán webshopjába. Na, no, egy nagyon klassz hírem van, ugyanis egy szuper ecset érkezett hozzánk, mégpedig akril zseléhez, de nem csak akril zseléhez fogjuk tudni őt használni, hanem őt porcelánhoz is. Ugye itt az előző live-ban kérdeztem, hogy van-e, aki még porcelánozik, nem tudom, hogy ti mennyire porciztok el, de ez az ecset, ez egy tökéletes szőrű ecset, amit akril zseléhez, illetve porcelánhoz is fogtok tudni majd használni, természetes szőrű, nagyon klassz kis nyomóereje van, gyönyörű szép színe van fehér rózgolt árnyalatban, és ugye aki akrilzseléhez használja, nem utolsó sorban van a végén egy spatula, amivel nagyon gyorsan fogsz tudni dolgozni, mert nem kell eszközt cserélned a kezedbe, úgyhogy amikor ezt az ecsetet a kezembe veszem, akkor tényleg pillanatok alatt fog elkészülni az adott munka. Ehhez három új akrilzselés szín érkezett, mégpedig a grézs, a milky pink, illetve a peach árnyalat fantasztikusan gyönyörű kis árnyalatok, tök jó lehet őket összeombrézni, nagyon-nagyon-nagyon szép körmök készülnek majd vele. Jó, itt többen írjátok, hogy a virágos építő zselé. Kibontom nektek az egyiket, csak hogy lássátok, mielőtt még ugye belemegyek a munkába. Ez most éppen a fuxia árnyalat. És ha megnézitek, ott itt ezt már eléggé használtuk is, ha megnézitek, már nem sok van benne, szeretünk ezzel az ecsettel, vagy ezzel az anyaggal építeni. És hogyha megnézitek, akkor ebben ilyen kis szárított virág darabkák vannak. Nagyon szépen lehet őket hasznosítani, akár egy szabad célbeépítéséhez, 3D mozaik technikához, vagy csak egy baby boomerhez, esetleg egy géllak fölé egy effektként, tehát nem csak mint építőzselé funkcionál, de ha valaki arra szeretné használni, bomba biztos az erőssége, a tapadása, tök jól hajlítható, rövid, vékony, hosszú körmök simán elkészülhetnek vele, úgyhogy jó... Nézem közben, a géllak alergiát vált ki, mivel helyettesítsek. Hát érdemes megnézni, hogy milyen géllakot használsz, illetve azt a géllakot, amire konkrétan tudod, hogy kiváltja az allergiát, érdemes annak az összetevőivel elmenni egy allergiavizsgálatra, és ugye léteznek olyan allergiavizsgálatok, amik ugye kifejezetten a műkörmös alapanyagokra is ki tudnak térni. Hogyha kiderül, hogy valamilyen olyan összetevőre vagy allergiás, akkor javaslom, hogy mondjuk válts egy hemafree termékre, mint például nálunk a Superior termék család, ugyanezek építőzselék, de hemafree összetevőjűek, tehát ezek, hogyha érzékeny vagy rá, ezek biztos, hogy tök jól fognak működni a kezeden, ugyanolyan vastagságban el tudod készíteni, mint hogyha gillak lenne rajta, és gyakorlatilag akkor ezzel ki tudod váltani. Nagyon szép színekben van, átlátszótól kezdve a Calver Pink, a Milky Pinkig, úgyhogy próbált ki esetleg első körben ugye ezt a vizsgálatot megnézni. No, visszatérve a katalógushoz, gyorsan megyek is tovább. Gyönyörű szép őszi színekkel érkezett a három step termékcsalád, és ezt egyébként készletben is meg tudjátok venni, a Sensuality készlet néven, de ezt a gyönyörű négy szint, amik igazából nagyon szép ősziek, de nem csak ősszel fogod tudni őket használni, nagyon kellemes árnyalatuk van, mutatom itt nektek kikemve ezeket a kis színeket, ha megnézitek, akkor például ugye ezt a kis pirosat, ami egy kicsit ilyen koralos piros, várjátok, csak itt egy kicsit bénázok a tippekkel, de már is összerakom őket színsorba. Jó, ha megnézitek ezt a pirosat, akkor ő gyakorlatilag egy olyan pirosas, koralpiros árnyalat, amit nem csak ősszel, ezt simán nyáron, őszvégén indián nyár, de akár tavasszal is föl tudjátok Ez eszméletlenül nagyon szép telt színük van. Ugye itt ez a lila, illetve ez a májvás, ők a 198, illetve 99-es árnyalatok. Ugye a rózsa ibolya, a trend szín, ugye ez az árnyalatunk, illetve a májva az szerintem egy, egy, nagyon kellemes őszi, vagy egy nudi, Vendégnek akár egész évben elkészíthető árnyalat, és hát a 200-as lágynugák. Szerintem minden Núdi Mánónak egy kötelező darab, ami szépen néz ki, ez lemattítva. Nagyon-nagyon jól lehet kombinálni egyébként az összes szint, ami most kijött a, egymással. Jó, tehát nem csak a három steppeket, hanem bármelyik másik anyagot is, azzal, amit ugye most megjelentettünk nektek. No nézzük, mik vannak még, mivel készültünk nektek. Ugye itt az előbb már említettem a Tiger Eye Silk termékcsaládot, ami négy új árnyalattal bővült, ugye ezeket mutattam az előbb tippben. Ugye ők lesznek majd a kis színáink. Nagyon klassz kis dobozban készültek. Egy fahéj, egy dásztróz, egy mún, illetve egy ilyen lilásabb hedőr árnyalatban érkeztek meg hozzánk. Ugye, ezeknek a mágnesezhetősége fantasztikus, nagyon-nagyon intenzíven lehet őket uh, mágnesezni. Ugye, amiben különbözik a hagyományos uh, tájgeráj lakkoktól, az az, hogy ezekben egy kicsit inkább ilyen fehéres uh, csillámok találhatóak, amitől uh, amitől olyan jobban csillog, olyan szinte már majd, hogy nem reflektív ez a termékcsalád, úgyhogy én személy szerint imádom a szerelmese lettem. Ezeknek ti szeretitek? Jó, aki szereti a Tiger Eye Intense, illetve ezeket a szélkárnyalatokat, az nyomjon nekem most kis szívecskéket. Jó, nagyon kíváncsi vagyok, hányan szeretitek ezeket az anyagokat. Úgyhogy várom, várom. Hát ez nem túl sok, nem is szeretitek őket? Hagyd nézzem mennyire? Jó, egyébként ez az adás visszanézhető lesz majd a Krisztánésznek a YouTube csatornáján, illetve a... visszanézhető a TikTok, nem... Igen, kristánélsz.hu per TikTok kötője live oldalon. Olyan hosszú néha elfelejtem pontosan kimondani, de itt mindig vissza tudjátok majd nézni az összes adást. Jól van, jönnek a szívecskék, de még mindig nem látom eleget. Jó? Melyik a kedvencetek ezek közül? Én nekem, hogyha választanom kellene, hát megmondom őszintén, én nehezen uh, tudok választani, de leginkább a fahé, illetve a moon lett a nagy kedvencem az én kezemre. Jó? Ez igazából attól függ, hogy milyen alapra készíted, mennyire passzol a vendég bőrének a színéhez, illetve milyen színeket teszünk mellé, hogyha teszünk mellé. Ha nem próbáltátok még, uh, ehető-e? Uh, Hát figyelj, ehető, nem ehető. Hát, hogyha géllakot szeretnél lenni, akkor egészségedre, de hát nyilván nem ez lenne a fő szempont. De aranyos vagy, megmosolyogtattalak. Jó. Na, no, menjünk is tovább. Igen, nem tudtam most ezzel a kommentel mit kezdeni, de köszönöm, hogy ezt beírtad. Na nézzük, menjünk tovább. A Smart Gummy Rubber Bézek ismét 12 gyönyörű árnyalatban érkeztek. A trend színeket felvonultatja ugye a rózsai bolya, illetve az ezüstöst árnyalatokkal. Nézzétek, csak itt vannak nekem szépen, ugye ezek az anyagok így kikenve. Ezek közül nálam, ami abszolút kedvenc lett, az a Fire Red, vagyis a tűzpiros. És szerintem nagyon sokan vagyunk így, a vendégek is, illetve körmösök is, akik nagyon-nagyon szeretik az intenzív, mély piros színeket. Jó? És hát ugye tudjátok, hamarosan eljön a piros-arany korszak még ugyan messzinek tűnik a karácsony, de azért szépen haladunk előre, úgyhogy szerintem a pirosokat, a mélybordókat érdemes már most beszerezni, és ugye a Smartgami termék családból nagyon-nagyon klassz kis árnyalatok jöttek, és hát gondoltunk ugye a nude vendégekre is. Jó, itt is majd dolgozunk velük szépen, és hát ugye Royal toppok, -ok. Royal Topok -ok közül pedig szintén négy árnyalattal érkeztünk, itt is megtalálható a Pirosabb vonal, mégpedig egy nagyon kellemes kis koralos-piros árnyalat, egy bordósabb, egy kellemes nude, illetve egy gyönyörű mélykék színnel készültünk nektek. Ugye a rojátokokról, amit tudnotok kell, az az, hogy ugye ezek fixálásmentes színes zselék, gyakorlatilag tégelybe zárva hasonlóan, mint a Royale zselét, ezekkel tudsz mintát készíteni, tudsz szint festeni, ami ennek a, a nagyon jó előnye, hogy ezek annyira pigmentáltak, hogy egy vékony rétegben gyönyörűen, tökéletesen fognak majd fedni, és én nagyon szeretem olyan körmöknél alkalmazni őket, ahol tudom, hogy krómporral szeretném borítani a körmöt, ugyanis mivel fixálásmentes, bele rákerülhet a felületére a krómpor. Jó? Azt mondja, itt a kérdés az volt, hogy a 302 vagy a 3 s 200-as, illetve a Moon mennyire tehető össze. Már is mutatom neked a két szint együtt. Egyébként szerintem passzolnának, de nekem egy picikét ezüstösebb ez a zárnyalat. Tehát ha már egymás mellé akarnék az új színekből tenni valamit, akkor ehhez a Moonhoz én lehet, hogy inkább ezt az intenzívebb rózsai bolyát választanám. Ezzel így nagyon-nagyon jól tud kijönni, vagy pedig, ha ö, a rózsai bolyaszínnél maradunk, akkor ez a desztróz mutatna tök jól mellette. Ha viszont ugye a 200-as gélak szín lenne az, amit választunk, akkor a tájgrályok közül én a fahéjat választanám mellé, szerintem azzal ö, van úgy egyben egy egész. Ó, úgyhogy lehet szépen kísérletezgetni, mert nagyon... Ö, jól működnek együtt. Jó, hát és akkor díszítők, nézzük. Ugye a Chrome port már mutattam nektek, a Sens kis Deluxe White porunkat, viszont érkeztek nekünk új Aurora Fine, illetve White, White Pearl elnevezésű Mirror liquidek. Ezek ilyen szép kis dobozban vannak. Ugye ezek a, a poros változatnak a folyékony megfelelői. Ővelük is fogok majd dolgozni, és elmondom a kis titkukat. Gyertek, gyertek! Jó, üm, igazából látni fogjátok majd a különbséget, amikor egy tégelyes porral dolgozok, illetve amikor folyadék porral dolgozok, hogy mennyi porkülönbség van, ami ugye felszáll a levegőben, miközben ezekkel az anyagokkal dolgozunk. Mind a két anyagnak megvan az előnye, hátránya. Ugye ennél a folyadéknál, amire nagyon fontos ügyelni, hogy legyen alaposan letisztítva a kis tégeinek a nyaka. Itt, amit most itt nem is tettünk meg, és ha megnézitek, akkor egy picikét ide beült a krompor a menetbe. És ez viszont eredményezheti azt, hogy onnantól kezdve nem fog jól zárni, ha sok ilyen kis krompor réteg ragad a nyakára, nem fog jól zárni, hiába zárod rá rendesen, nem fog jól zárni, és a benne lévő folyadék el tud párologni. Tehát amire figyelj, hogy használat után ezt egy kis papírtörlővel tessék letörölni, és akkor biztos, hogy, hogy rendben lesz a folyadékod. No, Neked nem lett jó, ahogy csinálod, Ági? A, már mint a chrome liquid, amire gondolsz, hogy nem lett jó? Fogok vele dolgozni, meg fogom majd nektek mutatni, most csak gyorsan végig lapozzuk, hogy miről is lesz szó ebben a live-ban. Ugye még most csak beszélek, megmutogatom a termékeket, de ne izguljatok, fogok is majd kikenni színeket. De nézzük, hogy mi a következő, itt a palettám. Mégpedig az ombresprék, ugye ez most öt új árnyalatban érkezett hozzánk, kékes, arany, fekete, ezüst, illetve ilyen bronzos árnyalatban. Nagyon jól föl lehet dobni pillanatok alatt egy őszi körmöt, de akár már a karácsonyi szezonra is tudunk vele majd készíteni mindenféle izgalmas kis dolgot. Egyébként tudom, hogy még csak szeptember eleje van, de te már, ti már ilyenkor szoktatok a karácsony gondolatával eljátszani? Akár vendégajándék, akár uh, körmös ihletések, körömképek, stb. szoktatok már ilyenkor ilyeneket nézegetni. Kíváncsi vagyok rá tényleg, mert uh, én például úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy karácsonyra föl tudjunk készülni, már ilyenkor szeptember eleje vége fele már érdemes begyakorolni a, a kis mintákat, körülnézni, hogy mit szeretnénk, akár a vendégnek ajándékba, hogyha szoktatok. Közben itt a kezemben tartom, az új matricáinkat, a, ezek közül van három, ami ugye ez a szilikonos, kis öntapadós matrica, ezek nagyon klassz kis őszi hangulatot idéznek, illetve van egy abszolút univerzális, egy ilyen 5 d matricánk, ami ugye kidomborodik a felületből, ezek gyönyörű szép indamintákat tartanak, én nagyon-nagyon szeretem, igen, itt közben nézem, hogy sosem olyan körmöm lesz, amit eltervezek karácsonyra, tervezgettek, tök jó ezt hallani. Hát lassan lehet már zenélni is karácsonyi dalokat. Jó, tehát ugye az és kis matricánk pedig uh, ilyen kis fehér indamintás kivitelben. Illetve van kettő vizes matricánk, ugye a vizes matrica pedig azt jelenti, hogy ők nem öntapadósak, hanem őket vízzel oldjuk le a hordozó papírról, kivágjuk a kívánt lintet, és nagyon klasszul föl lehet helyezni. Ugye mi a különbség az öddés illetve ö, vagyis ugye a vizes, illetve a szilikonos matrica között? Ja, az elhelyezése. Az ödéset meg fogom mutatni, hogy hogyan használom. Egy picit tartsatok még velem, is fognak körmök készülni. Ami nagyon fontos, hogy a szilikonos, tehát öntapadós matricákat kizárólag fényes felületre teheted föl, tehát mondjuk egy kultopnak cool a kikötött felületére, addig a vizes matricákat, azokat ragacsos felületre kell, hogy fölhelyezzük. Jó, ez azt jelenti, hogy egy kiköttetett, de mondjuk egy bézgél, vagy egy három step színnek a felületére, ami még rajta van a kohéziós réteg. Jó? Nézem, az ajándékok egyediek, megrendeltem, még csak az őszi díszítésekre gondolok, mert megvettem az egyik CM, a legoldalabbit. Hát melyik oldalra gondolsz? Ő rá? Nézem közben, amin ezek a kis arany futtatások vannak, Fogom őket használni egyébként, nagyon-nagyon szeretem. Igen, erre gondolsz, oké. Okay. Tényleg annyira kis klasszok, és tök jól lehet ütvözni őket a jelenlegi színekkel, de akár elővehettek, ugye régi színeket is, mert ugye nagyon-nagyon szép árnyalataink jönnek ki évről évre, úgyhogy nyugodtan kapjátok le arról, azt is, ami a polcról van, tök jól lehet kombinálni ezekkel az anyagokkal. És ha már vendégajándék, csajok, itt nálam csak az egyik, olaj található, mert a másik már elfogyott, de vajon miért fogyott el? Ugye két új olajunk érkezett, az egyik az ópium, a másik pedig a belisszima. Most legszívesebben kinyitnám ezt a tégelyt, és így ide tartanám nektek a kamerához. 109 nap van karácsonyi, köszönjük szépen a megosztást! Ja, tehát legszívesebben ezt így ide tartanám, hogy szagoljátok meg, és annyira kár, hogy nem érzitek telefonon keresztül, fantasztikus, annyira kellemes illata van mind a kettőnek, ezeket parfümök ihlették, és annyira hozza azt a feelinget, úgyhogy például ők tök jó kis vendégajándékok lennének, és a krémek, a krémek bizony, lányok, arról se feledkezzünk meg, az bár a katalógusnak a későbbi oldalán található, ugye van egy intenz ember, illetve egy kasmír, ugye intenz változatban, és ugye ezekből van kisebb kiszerelés, a nagy az 250 ml, a kicsi pedig ugye 30 ml kiszerelésben található, úgyhogy szerintem ezeket is érdemes beszerezni, és hát ugye az ő illatuk is fantasztikus, és ami ugye az eddigi krémekhez képest még hosszantartóbb illatot biztosít, tehát tényleg olyan, mintha bele magad ebbe a kis kasmírba, úgyhogy érdemes lesz majd ezeket szaglászni, kipróbálni. Jó? Nézzük, mi van még. Ó, hát igen. szerintem sokak számára megosztó, viszont foglalkozzunk vele, mert kell, és egyébként egy tök jó technika, mégpedig a géltip technika. Használtatok már gél-tippet? Jó, aki használt már gél-tippet, az legyen kedves, jelezze nekem azzal, hogy elkezd szívecskéket adni nekem. Aki viszont nem használt még, senki nem használt? Ó, hát akkor ezen változtatnunk kell, lányok, illetve fiúk, nem tudom hány fiú néz bennünket. Na, azért itt csak előfordul, vannak itt még. Azt, hogy melyik parfümök ihlették az olajokat, azt nem mondhatom el, de ha megszagoljátok, vagy csak a nevét elolvassátok, azért abból már lehet következtetni a, az illat eredetére. Jó? No, tehát ugye géltippek, géltippek, régóta szerettetek volna, de most eltértetek az akrilgélre. Igazából a géltippnél, ugye mit kell tudnotok? Ezek a géltippek nem a hagyományos formában elkészített tippek, nem legyártott kis műanyag lapocskák, hanem ezek a géltippek kérlek szépen ugyanolyanok, mint ha mondjuk egy zselé alapanyagot te egy csablonon kiköttetnél, és leválasztod róla, vagy akár a körmön, jó? Tehát, hogy ezek zselé anyagból vannak, extra rugalmasak, nézd csak, tehát például egy műanyag kis tip, ha így meghajlítod, az csak így fogja magát és betörik. Ő viszont felveszi a, ugyanazt a formát, amit, amit a hajlítás előtt csináltál neki, tehát nagyon-nagyon rugalmasak. Most az én kezemem, pont ez az almond géltip található egyébként, nagyon minimális van a hosszából visszavéve, nekem nagyon lassan nő a körmöm, de ez körülbelül, hát most egy olyan hónapos, és semmi baja nincsen. Tehát érdemes kipróbálni őket, és nekem a kedvenc formám, most három forma jelent meg, ugye van még nekünk egy hosszú balerinánk, És is, hogyha megnézitek így oldalnézetből, akkor egy viszonylag egyenes oldalvonallal találkozunk, egy kellemes, laposabb c és egy nagyon kellemes kis szűkülő formával. De nekem az abszolút kedvencem az a modern mandula forma. És egyébként. Tényleg azt adja, ami rá van írva. Tehát én például a, a körömhajós bemutatót, ami ugye most vasárnap volt, ezzel a, a tippel készítettem el, és egy annyira szép végeredmény jött ki. Nyilván meg tudom építeni én is a körmöt, mint ahogy sokan ti is, viszont eszméletlenül gyorsan lehet vele dolgozni, és, és teljesen készen van a forma. Semmi más nem kell csinálnod, mint fölragasztani, nyilván megfelelően előkészíteni, de fölragasztod vagy a tartozó Típ gellel, vagy pedig akár Elasti el. én azzal készítettem, Elastival ragasztottam fel, és gyakorlatilag összereszeled a bőr körül, átbufizod, és mehet is rá a szín. Tehát egy tényleg egy nagyon gyors technika, ha nincs magadra időd, akár karácsony előtt, akkor ezzel a géltippel egy pillanat alatt tudsz magadnak szép körmöt készíteni. És nem utolsó sorban egyébként ezeket a tippeket, tudod nem csak arra használni, hogy vendégre fölrakod, hanem mivel ahogy látjátok, többféle méret van benne, készíthetsz ilyen kis diszpléjeket, tehát a vendég, vendég mintát gyakorlatilag, hogy megcsinálsz öt tippet. Kisúj, gyűrűs, középső, mutató, hüvelyk. Egymás mellé rakod, különböző méretekbe, elkészítesz gyakorlatilag egy szettet. Ennél könnyebben, hogy tudnád a vendégnek a választási lehetőségét megkönnyíteni. Ott a kész szett megnézi, baromi jól néz ki egyébként a szalomba, egy ilyen kis kirakott szett, meg, meg tényleg könnyen is ki tudja választani, hogy mi az, ami, amit, amit szeretne, ami kell neki. Jó, úgyhogy, úgyhogy tényleg tök jó. És ami érkezett még ehhez a, a Géltipház, illetve vele együtt, még nem kapható, de hamarosan megérkezik a boltokba. Ez a nagyon szuper kis, flexibilis, úgynevezett No Limit a LED lámpa. Nézzétek, tehát ez annyira flexi, hogy ez így gyakorlatilag a táskádba befér. Tehát akár egy nyaralásra el tudod magaddal vinni, és ezért körmösként valljuk be, hogy hányszor fordult az előveletek, hogy bocsánat, itt hogyan lehet összereszelni a kutikulánál, mennyire kell hozzá közel ragasztani. Egy pici távolságot hagysz a géltiptől és egy kis kugli fejjel összereszelett pillanatok alatt megvan. Jó, tehát ezt a lámpát hányszor fordult feletek elő, hogy elmentetek nyaralni, vagy nem volt magadra időd. Egy beraksz a kis táskádba, elviszel mondjuk egy smart Gamit, egy kis kézireszelőt, és otthon első nap a nyaraláson meg tudod csinálni ezzel a kis lámpával. Egy darab kis letfény van benne, ami egyébként nagyon jól funkcionál. Én úgy szoktam használni, hogy ide tartom a lámpát, és fogom vagy a vendégkörmét, vagy a sajátomat, a lámpát előre bekapcsolom, a géltippet ráhelyezem itt a lámpa mellett, majd csak így beemelem alá, és egy pillanat alatt oda fogja kötni nekem a körömágyi részház, és utána mehet már be a lámpába, nem kell külön kísérgetni, nem kell félni, hogy elmozdul. Külön jó lesz majd egyébként ez egy reverse tippes technikához is, úgyhogy akár kőragasztáshoz, amikor mondjuk sok kövecskét rendezel, akkor egy villámköttetés, nem kell megint csak attól félni, hogy elmozdul a vendég kezecskéjén a kő. Úgyhogy tényleg próbáljátok. Jó, osszátok meg, Léci, ezt a videót, hogy lássátok minél többen. Én nagyon szeretném, hogyha több emberhez elkerülne, hogy mennyi klassz dologgal készültünk nektek erre a szezonra. Ugye itt már csak top, illetve kedvenc termékek, illetve táborok találhatóak, és hát ugye gyönyörű, szép ö, naptárakkal készültünk. Na nézzétek, csak most jön az izgi rész. Melyik a kedvenc naptáratok? Jó, nézzétek, milyen gyönyörű borítók készülnek, érkeznek. Ugye a belsőt majd külön lehet hozzá megvenni. Nekem ez az egyik kedvencem. Sokan kértétek ezt a kis növényes verziót. Ő is annyira gyönyörű. És a másik kedvencem a fekete, mert most gondoltunk ö, azokra is, akik nem szeretik annyira a színesebb, rúzsaszínebb vonalat, vagy akár férfiakra. Ugye, végetek van, látom. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Ó, tehát szerintem nagyon nehéz választani közülük. Hamarosan ők is a boltokban lesznek. Győzzétek kivárni. Jó. Na, kérem a szíveket, nem látom. Ha, mutassátok, mennyire tetszenek a naptárborítók. Sokat dolgoztunk rajta egyébként, hogy ezek ilyen klasszak legyenek. És akkor kezdjünk el dolgozni. Ugye, amit ígértem nektek, hogy kifogom kenni a színeket, meg fogom nektek mutogatni, hogy mivel mit lehet. És én amire gondoltam első körben, hogy megmutatnám nektek ezt a szánsz... Chrome Mirror Deluxe White port, mégpedig hozzá használni fogom a Royal Topok -ok egyikét. No? Igazából ez a, a Sense Deluxe gyakorlatilag bármelyen színre fölkelhető, amit tudnotok kell róla, hogy egy picikét lefedi a színt, tehát nem fogja olyan intenzíven átengedni a színeket, ami alatta van, mint mondjuk egy white pearl, viszont egy cserébe egy gyönyörű szép tükrös hatást fog elkészíteni. Van ilyen kis fehér tippeket hoztam, én azon gondolkozom, hogy melyik royal top legyen. Most a pirosakat félre raknám, és mit szólnátok hozzá, hogyha a nuddal készíteném el ezt a krómporost. Jó, ez az RT190-es névem, találhatjátok meg. Picit lemattítom a kis nyeles tippet, amin dolgozni fogok. Használtok egyébként krómporokat a szalomba? Mennyire jellemző, hogy krómos díszítéseket. Most ennek van egyébként nagy őrülete. Hm. Ó, oh, én fogok majd olyat is mutatni, például a White pearl vagy a Fine aurora amikor um, ugye a tesszük rá, nagyon-nagyon szeretik a vendégek. A legegyszerűbb körmöt is föl tudja dobni. Na, de vissza a Royal Ugye mit kell tudnunk egy ilyen Royal Top zseléről? Ugye amit ígértem nektek, hogy ez egy rétegben fedni fog, és ugye itt külön jó, hogy fehér tippen dolgozok, hogy láthatjátok, hogy valóban. Amire nagyon fontos odafigyelni, hogy nagyon-nagyon vékonyan kell kenni, tehát szinte rányomod magára a köröm felszínére az ecsetedet teljesen. Még ugye hagyományos géllakkozásnál ugye úgy dolgozol, hogy az ecset szinte siklik a felületen, és kened magát az anyagot azon csúsztatod, addig a Royal az ennél egy picit többet kell fölvegyek, mert nagyobb a felület, addig a Royal rá kell nyomnom, az ecsetemet teljesen a körömfelszínre. Ez szinte egy ilyen kis intelligens zselé, mert kisimul, mire a lámpába érsz, teljesen az anyag nem lesz csíkos, nem lesz foltos, és betesszük a lámpába. És itt jön egy csavar ebben a kromporban, mégpedig az, hogy ugye a hagyományos kromporoknál mire kell odafigyelned. Ugye egy olyan körülbelül 20 másodpercig kötteted a fényzselét, vagy a royal LED lámpában, és utána még melegen kell, hogy beledörzsöld a fényzselébe ezt a port. Viszont mi azt tapasztaltuk ki itt az oktató kolléganőkkel, hogy nyugodtan lehet használni így is ezt a, ezt a krómport, viszont egy sokkal tükrösebb hatást tudsz elérni, hogyha nem rögtön ebbe a meleg fényzselébe dörzsölöd bele a port, hanem hagyod egy picikét pihenni azt a fényzselét. Itt arra gondolok, hogy körülbelül egy ilyen fél perc, egy percet is akár hűlhet a fényzselé, mielőtt belekerül, vagy rákerül ez a krompor. Ez uh, itt soknak hallhatszik, vagy esetleg azt gondolnád, hogy mondjuk a szalom munkába ez nem fér bele, de egyébként tökre belefér, mert gyakorlatilag fölkened a fényzselét, váltott kézzel mind a tíz újra, ha mind a tízre kéri persze a vendég, és, uh, és hagyod egy kicsit a lámpából kivéve kihűlni. Addig pont eltakarítasz itt az asztalodnál, előveszed a kis kromporodat, illetve előveszed azt, amivel szeretnéd a port bedörzsölni. Van, aki az újjával szereti, lehet gumikesztyűvel, applikátorral, én nagyon szeretem egyébként ennek az ombre a szivacsnak a segítségével fölvinni. Mi a különbség a krómpor, illetve a sellőpor között? Egy nagyon-nagyon lényeges különbség van a kettő között, ugyanis a krómpor, ez egy nagyon finom porőrlemény, tehát mintha, nézd csak itt a kezemre fölrakom, tehát ez egy ilyen, mintha akár sminkelésre is lehetne használni. Addig a sellőpor, az gyakorlatilag egy nagyon apró szemcséjű csillámpor. Azt hiába kezdeném el mondjuk a felületbe bedörzsölni, az nem lenne ilyen szép egységes, nem, nem tudná ugyanazt a hatást biztosítani. A kromport azt ugye általában kiköttetett fényzselére szoktuk föltenni, a sellőport pedig vagy ragacsos felületben nyomkodjuk, nem dörzsöljük, hanem nyomkodjuk, és azt lefedjük fedővel, vagy pedig sugáreffektként a fény, nyers fényzselébe, vagy nyers bézgebe beleszórjuk. Jó? Tehát többféle felhasználási módja van. Hello, Karolina! Jó? Na, gyertek, gyertek, sziasztok, sziasztok, köszönöm, Ú, most már nagyon sokan vagytok, viszont azt szeretném, hogyha a kis megosztásokkal is megtámogatnátok nekem ezt a videót, minél többet megosztjátok, az nekem annál jobb, illetve szeretném, hogyha a kis szívecskéket is nyomnátok, mert ha sokat lájkoltok, akkor annál több emberhez eljut, és én annyira örülök, amikor ezt sokan nézitek, mert szerintem tök jó kis infókat szoktam kiadni, de ha valaki esetleg nem tudja végignézni, vagy most csak belenézett ebbe az adásba, akkor ugye visszanézhető lesz, még pedig a kristálnéz.hu per TikTok kötőjel live oldalon, vagy pedig a Krisztánésznek a YouTube csatornáján. Jó? Miért nincs c a körmödben? Ő rá gondolsz? Azért nincsen, mert ő egy slim forma. Jó, hát egy ideje már van ez a slim forma, és én az elején nagyon idegenkedtem tőle, most viszont egyre jobban szeretem. Szeretem azt is, hogy egy picit nem is mandula, nem is kocka, hanem egy kicsit ilyen oválisabb a formája, és, és én most ebben szerelmes vagyok, megmondom őszintén. Ti szeretitek ezt a slim formát? Próbáltátok már? Ó, én tervezek majd egyébként ezzel bemutatózni a későbbiekben, ilyen slim formát készíteni, úgyhogy, úgyhogy majd nézzük, jó? No, itt közben kihűlt a fényzselé, ugye itt az se baj, ha akár két percet kihűlt, itt nem fog neki jártani. Megpróbálom minél közelebb hozni, és nézzétek, fölveszek egy keveset az ecsetre, és nézzétek, annyira gyönyörű, és egy picit bátrabban dörzsizem, és gyakorlatilag látom benne magamat. Na most jöhetnek a szívecskék egyébként, mert szerintem uh, hát nem nagyon láttunk még ennyire tükörfényes port. Ja. Na hogy tetszik? Látod benne magad? Én látom. Eszméletlenül gyönyörű. Jó, és ugye, amit mondtam nektek, hogy ugye egy minimálisan átengedi az alatta lévő ö, színt, tehát látod alatta a szintet, látnád, hogyha mondjuk egy sötétebb árnyalattal dolgoznál, akkor egy sötétebb, sötétebb tónusa lenne. Ha egy milky Rose dolgozol, akkor egy sokkal finomabb ö, árnyalat. Jó, imádjátok, látom, látom, látom. Nézzétek, ő az. Sens Chrome Mirror Deluxe White Chrome pour. Jó, jöhetnek a szívek, jöhetnek a megosztások. Jó, T toljátok föl csajok, jó, tehát, hogy így hagyj hagy lássam, hagyj lássam, mennyire szeretitek. Jól van egyébként, egyébként én is nagyon, jó, tehát ez tényleg egy ilyen váó élmény, a vendégek is imádni fogják. És ugye, amit tudnotok kell a krómporokról, hogy mivel egy nagyon-nagyon uh, fényes felületet képez, ezért uh, mielőtt fényzselét tennél rá, nagyon fontos, hogy savmentes primerrel kenjük le a kromporozott körmöknek az élét. Jo, most nyilván egy tippen ez nem lényeges, csak megmutatom, mire gondolok. Fogod szépen a kis élét, és lekened ezzel a savmentes primerrel, és ezt követően kerülhet rá, a fényzselé. Itt a fényzselé az gyakorlatilag már a mindegy. Én a kultopot cool nagyon-nagyon szeretem használni. Ha tudod, hogy olyan a vendéget, hogy zúzza a körmeit, akkor az sem árt, hogyha kettő, ha kettő réteg fényzselét teszel rá, a kromporos körmökre egy picit jobban kell vigyázni, tehát akármit csinálhat egyébként a vendég vele, de ha tudod, hogy, hogy zúzda a hölgyemény, akkor érdemes kettő rétegfényjel fedni. Mona, neked mik a kedvenc újdonságait, ha mondjuk három, hármat kellene mondani? Hát az egyik ő. Jó. A másik, ha csak hármat kell mondani, akkor alapanyagot mondok. Jó a Tiger Eye őket imádom, illetve nagyon szeretem az új ecsetet és a hozzá tartozó akril zselék közül, nekem a nagy kedvencem a grézs lett. Ezzel fogok is majd dolgozni, de nagyon szépek egyébként az akril zselé összes árnyalatai. Jó. No, menjünk is tovább. Látom, nagyon-nagyon tetszett nektek a kis krómos. Na nézzük! Megint krómmal fogunk tovább haladni, viszont ugye bolondítani fogom, ugyanis nem csak hagyományosan föl fogom kenni a króm folyadékot, hanem tiger Silk szilkrisztalakokat fogok belevonni ebbe a buliba, mégpedig a Szerintem egyébként nagy vendégkedvenc lesz a Moon árnyalat. Itt az oktatók között szerintem ő neki volt szintén az egyik legnagyobb sikere, de tényleg annyira gyönyörű egyébként minden négy szín. Tehát mutatom őket még egyszer. Tehát van nekünk egy fahéjunk, egy dásztrózunk, egy headőr, illetve a Moon. Mutatom őket így első körben. Jó, jöhetnek a szívecskék. Használtátok már őket, de itt többen írtátok. Az ecsetről is fogok majd beszélni, amint elkezdek az akrélzselével dolgozni mindenképpen. Jó, tehát ő a Moon. Van ez a lilás árnyalat, ugye ez a Heather, vagy Heather, nem tudom, hogy kell kimondani. Oké. Okay. A Dust Rose, ő is egy fantasztikus. És ugye ezek a Tiger Eye szilkek önmagukban is eszméletlen szépek, nem igényelnek alapszínt, tehát akár egy clear körömre, ugye ő a fahéj, föl tudott kenni, ugye nekem itt egy clear alapon van egy géltippen a fahéj árnyalat, de ha például akarod mélyíteni a színárnyalatukat, akkor kenhetsz alá, a, a, színéhez hasonló alapot. Tehát például a rózsaszín alá egy mélyebb pinket, akkor megint csak egy más hatást tudsz előcsarogatni. Lehet őket feketére kenni, fehérre. Tehát tényleg a fantáziát szabhat határt. A Dust Rose körömhajós előadásod miatt rendeltem meg. Örülök neki, hogy tetszett. Ugye annyira, annyira szép, hogy fantasztikus. De most, most a Moonnal fogok dolgozni. És a Moonhoz pedig a Chrome likvidek közül a Fine Aurórával, és nagyon remélem, hogy vissza fogja majd adni azt a csoda színt, amit én fogok látni a kamera. No nézzük! Tiger Eye Silk Moon. Ugye, amint említettem nektek, nem szükséges alapszín alá, én most itt a fehér tipre fogok dolgozni. Ugye ez egy kicsit ilyen ezüstös, de mégis, mintha lenne benne egy kellemes lilás árnyalat a képminőség, tudunk ezzel valamit? Mert egyébként én is olyan, mintha itt látnám időnként, hogy megakadozik. Mindjárt utána nézünk. Jó, egy pillanat. Hm. Most jó? Benne vagyok, jó. A, nézzük meg, most nálam valami történt. Jó? No, szóval ő lenne a món árnyalat. Én azt szoktam csinálni, hogy az első réteget fölviszem, nem kötte, megköttetem, de nem mágnesezem meg. Egyébként önmagában is gyönyörű színként lehet majd használni. Tehát ha valaki nem akar mágnesezni, már így is gyönyörű. Meg lehet csak az első réteget is mágnesezni, akkor egy nagyon finom hatást tudunk elérni. Én viszont azt mondom, hogy hadd szóljon. Ma önmagában tényleg ezek a szilkek nagyon kellemesek, és nem tolakodó a mágnesezhetőségük. Nagyon feltűnő, nagyon szép, de abszolút nem tolakodó. Tehát tényleg ö, olyan körmökre, olyan hölgyeknek is föl lehet ezt kenni, akik nem szeretik a, a kirívó dolgokat, de mégis egy kis pluszt ad. No milyen mágnessel fogok dolgozni? Ugye használhatjátok ezt a két végű kis mágnást, vagy én nagyon szeretem ezt az erősebb mágnást használni, ugye én szétszettem, ugye ez az, az a fajta mágnás, amelyik az egyik felén egy kis kerekmágnes van, a másik felén pedig ez a nagyobb. Viszont én kiszoktam szedni a tégei, vagy a, a kis pálcájából, mert én nem a lapjával, hanem az élével szeretek mágnesezni. Sokkal uh, intenzívebbnek érzem így a mágnesezést, és egy kis patulára rá szoktam itt tenni, és így nagyon könnyen tudok vele dolgozni. Ugye ebben az esetben én oldalról uh, fogom, illetve szemből nincs kép, már van már láttok, ugye? Én látom, úgyhogy elvileg, elvileg jók vagyunk. Írjatok, hogy jók vagyunk? Mert most jön a magic, figyeljetek! Fölviszem a második réteget, és előcsalogatjuk azokat a kis fehéres mágnes szemcséket, és én azt szeretném kérni, hogy így a mágnesezés közben kezdjétek el tolni azokat a szívecskéket, akinek tetszik. Én imádom ezt a hatást, ahogy elkezd hatni a, a mágnes. Az lesz a lényeg, hogy oldalról, másik oldalról, illetve szemből finoman megtolom. Aki nem látott még ilyet, az most uh, jól figyeljen. Nézzétek csak. Oldalról tolom egyik irányba, oldalról tolom másik irányba. És jöhet szemből. Annyira gyönyörű. Nem biztos, hogy jól visszaadja a kamera. Rá lehet még itt erősíteni egy picit. Nem mentek Talán így jobban látszik, ahogy így a fény megcsillan rajta. Eszméletlen szép színe van. Megy is be a lámpába. És ugye amivel föl fogom dobni ezt a körmöt, mint említettem nektek, a Chrome Mirror likvidek közül a Fine Aurora árnyalat. De az előbb közben volt egy olyan kérdés, igen, visszanézhető lesz, mégpedig a kristálnélsz.hu kötőjel TikTok live oldalon, vagy pedig a kristálnélsznek a YouTube csatornáján. Jó, és akkor vissza ide a Chrome Liquidhez. Az előbb kérdeztétek, hogy hogyan tudom kitisztítani ezt a kis ombre stikket. Igazából én ezt nem nagyon szoktam tisztítani, ugyanahhoz a kromporhoz, vagy hasonló kromporhoz ugyanazt a fejet használom. Ha nagyon szeretnéd, akkor egy kis számente, vagy a mágikus hengerrel le tudod szedni ezeket a kis porszemcséket róla. Akár ki is lehet mosni, de akkor meg kell várni, hogy megszáradjon, de érdemes úgy használnod, hogy, hogy mindegyiket más fejhez. Jó, tehát vissza a Chrome ehhez, hogy ezt a krómlikvidet jól tudjam használni, egy fényzselé felületre van szükségem, mégpedig egy meleg fényzselé felületére. Kultopot viszek fel a körömfelszínre, és ezt 30-60 másodpercig fogom köttetni. Köttetést követően pedig, Rekjük a lámpában, köttetést követően pedig fel fogom vinni, a Fine Aurora folyadékot. Ugye nagyon le van ülve az aljába a por, ezért alaposan föl kell, hogy rázzuk. És ha ezzel meg vagyunk, én úgy szoktam vele dolgozni, hogy én egy nagyon picikét kiteszek. Hát ide, itt még nem használtam. Az ombre szivacsra. Azt félre is teszem. Emiatt ott egy kicsit krémesebb lesz az állag, és utána fölkenem, ha lejárt a kötésidő, a körömnek a felületére ezt a likvidet, és szépen ombre stikkel, ha nem dobom el, bele tudom dolgozni a felületbe. Ez a krómörület egyébként annyira jól néz ki, hogyha egy ilyen szép Eye hatás van alatta. Mennyire adja, lányok? Látszik-e alatta a Eye hatás? Itt a fények, ahha, talán ha így forgatom. Nézzétek! Jó, ja, tehát gyönyörű szép felülete van, kékesen, lilán, zölden, ezüstösen játszik, fantasztikusan gyönyörű. Igen, látom, hogy picit én is, hogy pixeles. Egyébként, ha majd visszanézitek ezt az adást a kristánélsz.hu per TikTok kötőjel live oldalon, vagy pedig a kristánélsz mobil applikáción keresztül, illetve a kristánélsz YouTube csatornáján, bocsánat, akkor ott ugye fölvesztük ezeket kamerával is, tehát ott nagyon szép éles képet tudtok majd kapni róla, úgyhogy nyugodtan nézzétek majd vissza, és akkor élőben, egyenesben láthatjátok majd. Jó, sajnálom, hogy nem jól látszik, egyébként fantasztikusan szép színe van. Itt is érvényes lesz az egyébként, hogy savmentes primerrel lezárjuk a króm felületnek az élét, majd ezt követően jöhet rá a fedő, a fényzselé. Ó, és akkor ennek a felületére gyakorlatilag bármilyen díszítést elkészíthetsz, majd is be a lámpába, amit csak szeretnél, föl lehet dobni, de simán így is hagyhatod, mert egy gyönyörű uh, alapot készítünk. Jó, tehát ez a krómánia, ez szerintem még nagyon-nagyon sokáig velünk lesz, úgyhogy bátran használjátok ki. Ó, és ha még mindig eddig is mágneseztünk, a következő köröm is a mágneses. Uh, látszott, egy picit mindjárt visszahozom, megmutatom, most élesebbnek tűnik a kép. Mutatom. Próbálom egy picit közelebb hozni hát, ha kicsit megforgatom. Egyébként érdemes kipróbáljátok ezt a technikát, mert nagyon-nagyon-nagyon mert jó. Ugye szóval én nem szoktam lezárni, és nem kopik meg, pedig mindent is csináltam vele. Ugye erre kitértem a, a krómozásoknak az elején, hogy ez annyira vendégspecifikus, mert lehet, hogy valakinek egyáltalán nem kopik le, van, akinek meg ráraksz mondjuk három réteg fényzselét, és annyira nyúzza, hogy, hogy hogy tényleg nem működik. Úgyhogy jobb a biztonság, inkább zárjuk le ezeket az éleket, és akkor biztos, hogy nem lesz semmi gond. Én egyébként a szalomunka során még a körömök alá is szoktam reszelni egy bufival, miután végeztünk. No, amivel még itt a következő körben fogunk játszani, ha megnézitek, ők lesznek a reflektív... Uh, sense Magnetic Flash uh, lakkok. Ők is uh, mágnesezhetőek, ugyanúgy, mint a Tiger Eye silk viszont uh, hát ugye a flash lakkokkal megegyező szemcsék vannak benne. Tehát minél erősebb fény éri, annál szebben ragyognak. Szeretitek a flash-eket egyébként? Oh. Na, ki szereti? Melyik a kedvenc flash színetek? Elég sok van már, én nagyon-nagyon szeretem a, a kobaltot, az egy gyönyörű szép kék. Ugye? Azt ti is. Jo. Nagyon szép a csoki barna, és ugye a csoki barnának most jött ez a mágneses verziója, ezt láthatjátok a kezemen. Nagyon-nagyon szeretem, de most meg szeretném nektek mutatni, mert tudom, hogy szeretitek a rózsaszínt, ezért megmutatom a róz árnyalatát ennek a laknak. Ó, most itt fehér tippem van, fehér tippre fogom fölkenni, viszont ezt tudnatok kell, hogy ezek annyira intenzíven pigmentáltak, hogyha mondjuk nem egy fehér alapra kened, hanem mondjuk egy nude alapra, mint ahogy az én körmömön van, akkor akár egy réteg is elegendő ebből a mágneses lakból. Ebből a csokiból az én kezemen egy réteg van, a hüvelykujjamon van kettő, igazából nincs különbség. Így a fehér alapra, ahogy föl nem ide fog kelleni majd még egy réteg, hogy a tökéletes színmélységet azt láthassuk. Ilyenkor ugye az első réteget nem mágnesezem, megköttetem a lámpába. Igen, annyi minden szép új szín jött ki, írjátok, hogy ezeket mind idővel meg fogom majd rendelni, hogy, hogy tényleg egyszerűen csoki barna, Csoki Barna számát kérheted, de igazából neki nincsen száma, ő így néz ki, Magnetic Flash csoklet. Jó, így találod meg az üzletben, illetve a webshopon is. Gyönyörű szépek, jó? És ugye ez a rózsaszín verzió, amit most kenek, ő a róz. És ezek, ezek a flashek egyébként olyanok, hogy nem csak simán ezüstös szemcsézete van, hanem egy nagyon picit enyhén hologramos hatása is van. Ahogy megcsilla rajta a fény, annyira szépen kijönnek ezek a finom kis árnyalatok. Jó, megpróbálok megint mágnesezni, hát ha a, a, jobban látjátok majd. Egyik oldal, másik oldal. Jobban lehetett esetleg látni? Tudom. Igen, az a baj, hogy a, a, a fények, ahogy be vannak most itt nekem állítva, a, a mágneses lakkoknak most nem a barátai, mert ugye ez attól fog függeni, hogy honnan esik rá a fény. Jó, egyébként fantasztikusan szép színük van. A flash amit tudnotok kell, nem látszódott sajnos. Nézzétek majd meg egyébként akár az újdonságos videót, ott ugye profikamerával készültek ezek a felvételek, az fönt van az újdonságos videónk. Bárhol. Jó. A Youtube-on megtaláljátok az újdonságos videót, és abban szerintem közelebbről jobban látszik. Itt most ezeknél a fényeknél ugye itt tudom nektek megmutatni. És amire figyelnetek kell a flash lakoknál, hogy ezekben egy picikét nagyobb szemcséjű csillámok vannak, ami azt jelenti, hogy miután fölkented ezeket a színeket, és le is fényzselészted a körmöt, akkor előfordulhat, hogy tapasztalsz kiálló kis csillám szemcséket, azokat a fényzselé megkötése után, fontos, hogy eltávolítsuk, mert ugye ha ilyen kis éles kis szemcsék maradnak a vendégednek a körmén, az kellemetlen, az zavarja őt, úgyhogy gyakorlatilag annyi, hogy egy bufival fogod, és a megkötött körömnek így szépen az élét átbufizod, jó? És akkor nem lesz semmi gond vele. Jó. Ugye ők voltak a mágneses, illetve krómos anyagok akkor most egy kicsit kombináljuk a dolgokat, még pedig nézzünk egy szép három steppet, mégpedig a 197-est, nagyon kellemes kis piros árnyalata van, nézzünk hozzá egy ombre sprét, készüljön egy kis őszi színátmenet, használunk hozzá matricákat, Hát vagy az ödésed, de lehet, hogy inkább a kis ősziek közül fogok valamit még, azt majd kitaláljuk, használni. Jó. Ugye a három step színeknél, ugye mit kell tudnod róla? Ugye ő a 197-es árnyalatunk, egy nagyon-nagyon kellemes, kicsit ilyen koralosabb, pirosabb árnyalat két vékony rétegben visszük föl a körömnek a felszínére, de már egy rétegben is eszméletlenül gyönyörű szép színe van. És ha megnézitek, olyan könnyen kenhető, szépen kezelhető, nem mászik el, nem folyik el, és ő egy réteg, tehát egy rétegben gyönyörű szépen fedett ez az anyagunk, viszont én kettő rétegben fogom fölvinni a köröm felszínére, Mégpedig azért, mert a második réteg színbe fogom az ombresprét használni. Ugye az ombresprét ezt többféleképpen használhatjátok majd. Használhatjátok bézgélbe, használhatjátok akár rojáltóba, fényzselébe belefújva, vagy akár színbe is. Én nagyon szeretem már közvetlenül a színbe fújni, minél kevesebb réteg legyen a körömnek a felszínén. Ugye az ombresprénél amire oda kell figyeljen, alaposan rászt föl, mielőtt használni fogod, és én mindig szoktam a vendégek előtt egy ilyen kis próbafújást csinálni, hogy éppen most kicsit erősebben, ha megnyomom, mennyi jön, ha kevésbé nyomom meg, mennyi jön, lehet, hogy ha nagyon megnyomom, akkor sok jön. És akkor nyilván most nem fogok itt egy egész tégeit kifújni, de otthon te elkezded kipróbálgatni, hogy milyen nyomás erősséggel mennyi alapanyag fog majd kerülni magára a tipnek vagy a körömnek a felszínére. Ugye ez azért fontos, mert hogyha csak úgy vadul elkezded nyomogatni, akkor, akkor nem lesz egyenletes a színhatás. Jó? Úgyhogy tényleg erre figyeljetek majd. Fölviszem a második réteg színt, amiben a sprétbe le fogom majd fújni. Ezt is vékonyan vittem fel. És ugye attól függően, hogy milyen hosszú színátmenetet szeretnék, meddig érjen a színátmenet a körön felszínén, ahhoz képest kell megválasztanom a tégelynek a dőlés szögét. Minél hosszabb, minél hátrébb szeretném a színátmenetet, annál függőlegesebb helyzetben tartom a sprét. Minél jobban borítom, annál kisebb átmenet lesz majd elkészítve. Jó, és szépen pici mozdulatokkal elkezdem. Ugye én egy viszonylag hosszabb színátmenetre gondoltam, elkezdem kialakítani, és amikor már úgy gondolom, hogy elég hosszan elért a színátmenet része, de szeretném még az élénél élesíteni, illetve mélyíteni a színt, akkor ott már majd, hogy nem, ugye vízszintesen tartom a kis tégeit. Várom, hogy egy picikét ez az ombrespré spré magát, ugye egy nagyon kellemes kis őszi hangulatú köröm lesz, hopp, itt nézem, hogy itt kimaradt, ide fújjak még egy keveset, és amint beitta. Oké. Okay. Jó, amint beitta akkor már rendben is leszünk. Viszont közben elnézést kérek, hölgyeim, mert egy rajtunk kívül álló ok miatt sajnos technikailag nem tudom tovább folytatni ezt a live-ot, viszont mindenféleképpen be fogjuk majd pótolni, és folytatni fogjuk ezt az újdonságos videót, viszont el kell, hogy most köszönjek tőletek, és köszönöm szépen a, a nézőknek, illetve, hogy velem voltatok. Sziasztok, sziasztok, várlak benneteket, szeretettel! Gyertek, gyertek! Itt így egy esti kis live-ozásra várlak titeket. Sziasztok, sziasztok, gyertek! Ugye a tegnapi adás sajnos technikai okok miatt megszakadt, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ma befejezzük ezt az élő adást, és várlak benneteket, hogy csatlakozzatok minél többen, és amit fogok nektek majd mutatni, azt kérlek szépen az lesz, hogy mik jelentek meg idén ősszel. Ugye a bemutatót már elkezdtük a tegnapi nap folyamán. Sziasztok, szia Móni, szia sziasztok, hú de jó, hogy itt vagytok, köszönöm, többen voltatok már itt ugye tegnap. Jó, és ugye ugyanúgy, ahogy a tegnapi nap elkezdtük, most az őszi újdonságokkal fogok majd dolgozni. Most itthon a kis műhelyemben várlak benneteket szeretettel hogy kipakoltam mindent, előkészültem, várom még, hogy egy páran gyertek hozzám, örülök, hogy velem töltitek ezt a kis estét, ezt a kis órácskát, úgyhogy gyertek, meg fogom újra mutatni, aki lemaradt volna róla, a, illetve aki látta is, a Sense Chrome Mirror. A Deluxe white fogok majd kezdeni, ugyanis ez egy nagyon-nagyon szép fényű krónpor, ami ugye érkezett most hozzánk szeptemberbe, viszont tegnap sajnos a képek nem voltak túl élesek, és szeretném újra megmutatni nektek, hogy mennyire fantasztikusak ezek az anyagok, és ki is készítettem kis royal toppokat, velük fogok most első körben dolgozni, illetve ezekben a royal fogok kromport majd beledörzsölni. És hoztam még nektek egy kis érdekességet, ugye a royal toppal fogom el elkészíteni először egy teli körmöt, illetve francia véget fogok készíteni, és abba fogom beledörzsölni ezt a krómport, viszont fogok egy kis cselt alkalmazni, ugyanis a francia véget nyomda fejjel fogom elkészíteni. Ti csináltatok már nyomda francia véget? Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit írtok erre. Én kicsit félve próbáltam ki első körben ezt a, a francia véget nyomdával, viszont el kell, hogy mondjam nektek, hogy annyira brutálisan jól lehet vele dolgozni, hogy, hogy tényleg fantasztikusan gyönyörű. Ezt a Royal Top 109-es lakot fogom első körben használni, ugye nagyon szép őszi szünekkel érkezett ez a Royal Top Gél család nézzétek, ezzel a nuddal fogok dolgozni, ugye, amit tudnotok kell erről a Royal Topról, de ugye ezt már elmondtam tegnap is, de aki még nem látta, vagy nem használta esetleg ezt az anyagot, elmondom, hogy ez egy fixálásmentes, színes zselé gyakorlatilag tégeibe töltve, amit tudni kell, hogy ez nem egy rugalmas anyag, tehát egy kicsit keményebb anyag, ezért kizárólag olyan körömre kelhet, kenhetitek föl, ami c rendelkezik. De ez lehet egy erősített gellak, lehet egy akrélzselés, zselés, porcelános köröm, tehát bármi, ami C-vel rendelkezik. Ugye fixálásmentes, ez azt jelenti, hogy teljesen fényesre fog kötni a felülete. Ezáltal, ha nem szeretnénk, akkor nem muszáj rá plusz fedőt kennünk. Önmagában is nagyon-nagyon szép fénye van, viszont én ugye kromport fogok használni hozzá, nagyon szép nude árnyalata van egyébként. Jó, gyertek, gyertek, berekom a lámpába, és mivel kromport fogok bele a hagyományos kromporoknál ugye ez úgy szokott működni, hogy körülbelül egy olyan... 30 20-30 másodpercig kell, hogy köttessük ugye ezt a krómport a felületen. Viszont ennél a szenz kis tükrös pornál, amire figyelnetek kell, hogy itt pont, hogy nem szabad megvárjuk, hogy nem, nem kell rögtön a meleg fényzselébe dörzsöljük, ugyanis azt tapasztaltuk ki a kis oktató kolléganőimmel, hogy ha rögtön beledörzsöljük a még meleg fényzselébe, akkor nem lesz annyira egységes, gyönyörű fénye, mint hogyha hagynánk egy picikét kihűlni ezt a fényzselét. Ez azt jelenti, hogy igazából fölkened a vendégednek az ujjacskájára, és a fényzseléket, akár mind az ötre, mind a tízre egyszerre, és körülbelül még egy percig hagyod a lámpából kikerülve, hogy hűljön egy kicsit így egy sokkal tükrösebb, sokkal fényesebb hatást fogsz tudni majd elérni. Én közben itt előkészítem a francia véghez is a tippemet. Meg fogom bufizni, mert ugye azt szeretném, hogy kizárólag a francia végbe tapadjon majd bele a krónport. És ugye azt tudjuk a kromporokról, hogy fényes felületbe tapadnak, ezáltal a tipnek a fényes részére is rá tudnak kerülni. Ezt megakadályozva lemattítottam ugye magát a tippek. Most tippeken dolgozok, nincs itthon modellem. El is készült közben az alapom, ezt én fél percig köttettem, egy picit hagyom itt még pihenni. És mindjárt látni fogjátok majd, hogy mennyire gyönyörűen lehet vele dolgozni picikét hagyom, hogy kihűljön. Sziasztok, sziasztok, közben itt köszönök mindenkinek, szervusztok, gyertek. De amiről most uh, nem maradjatok le, az az, hogy hogyan fogom ezt a gyönyörű tükörport alkalmazni. Most már körülbelül eltelt egy olyan fél perc, miután kivettem a lámpából, úgyhogy meg is nézhetjük, hogy ez a Sense Chrome Mirror Deluxe White mennyire gyönyörű. Újacskámra fölvittem, és nézzétek, fantasztikusan gyönyörű metálos fénye van, és hogyha hagyod egy picikét a hűlni a fényzselét, akkor egy sokkal-sokkal tükrösebb hatást tudsz elérni rajta. Nézzétek, szerintem magáért beszél. Jó. A kérdésem, hogy ezt kell leköltetni, Mire gondolsz a köttetéssel kapcsolatban? A fényzselét magát megköttettem. Utána magát így a krómport, azt nem rakom vissza a lámpába, őt le kell majd fedni, de majd együtt fogom lefedni a franciával, amit elkészítek. És ugye itt ígértem nektek ezt a nyomdás francia véget, ez gyakorlatilag bármilyen géllakkal el tudjátok készíteni, a lényeg, hogy pigmentált legyen, három steppes géllakkal, vagy esetleg van steppel, Akár a tájgerályokkal nyugodtan el lehet készíteni, tényleg az a lényeg, hogy pigmentált legyen. Ugyanezt a topot fogom fölkenni a nyomdára egy nagyobb sávba. Az a lényeg, hogy tényleg egy erősen pigmentált anyaggal dolgozzá. Viszonylag nagyobb sávban fölvittem a nyomda lemezre. És úgy egy-két szívecskével megtámogathatnátok nekem ezt a mai napot. Azt mondja, a krómpor miért maradt szemcsés, és nem tükrös hatású, hanem inkább, mintha egy sima csillámot tennék. Elképzelhető esetleg, hogy nem fényzselébe tetted? Ugyanis nem kéne így viselkedjen, csak akkor viselkedik így, hogyha ragacsos felületre kerül a krómpor. Jó, tehát nagy valószínűséggel nem fényzselébe teszed, ezért lehet ilyen szemcsés a felülete. Na nézzük, lányok, ezt a franciát. Ugye mi a titka ennek? Az a lényeg, próbálok ide, hogy ide fókuszáljon. Picit arrébb viszem itt a háttérből a dolgokat. Aha, most lesz jó. No, nézzétek csak. Melyik krompor? Sands Chrome Mirror Deluxe White, most a szeptemberben megjelent, ugye a hétvégén megjelent lakoknak, vagy kromporoknak az egyike. Na nézzétek csak, ha egy kicsit kevésbé íves francia véget szeretnék, akkor csak fogom és így szemből megtolom a nyomda fejet. Nyilván ez nem ennél a köröm formánál, hanem mondjuk egy pici kocka körömnél, már is készen van a franciád. Ha viszont egy sokkal mélyebb mosolyvonalat szeretnék, akkor ugyanúgy szemből nyomom be a nyomdába ugye a körmöt, és nézzétek, így elfordítom egyik oldalra, elfordítom másik oldalra. Gyakorlatilag a nyomdát nem veszem el, nézzétek, készen van a francia vég. Amire figyelni kell, hogy ilyenkor alulról össze fogod kenni a vendégednek a kis kezecskéjét, ezt kifogod onnan törölni, és gyakorlatilag mehet is be a lámpában, nem igényel mosolyvonaltörlés, nem igényel semmilyen utóigazítást, tehát tényleg pillanatok alatt el tudsz vele készíteni egy francia körmet, brutálisan jól működik, úgyhogy próbáljátok ki. Igen, itt közben. Szóval, ha három step az ugye ragad, akkor abban nem tehetem. Hogyha valóban krómos hatást szeretnél elérni, akkor nem, sajnos a három stepben nem fogod tudni ezt elérni. Jó, nézzétek, ki is vettem, egy körülbelül 30 másodpercet volt a lámpában, és ugyanúgy bele fogom tudni dörzsölni ezt a krómport. Szerintem nagyon-nagyon könnyen és gyorsan lehet így francia körmöt készíteni. Nem lemezről viszem föl, hanem így szépen a nyomda fejjel, és már mehet is bele a krómpor. És pillanatok alatt elkészült egy nagyon szép kis francia vége, mindenféle ráigazítás nélkül, úgyhogy bátran próbáljátok ki, jó? Amit viszont tudnotok kell a krómporokról, hogy ugye ahhoz, hogy megfelelően tartósak maradjanak, itt közben nézzétek, egy közelít mutatok neked, nektek, hogy ami telibe van kromporozva, ott jól kivártam egy jó félperces, egyperces száradási kihűlési időt viszont a franciánál nem vártam annyi időt látni a különbséget, egy picit szemcsésebb a francia, jó? Tehát ezért jeleztem nektek, hogy érdemes várni egy picikét, miután a fényzselét kivetted a lámpából, mert akkor, akkor lesz sokkal egységesebb a felület, jó? És ugye, amit tudni kell a kromporozásról, hogy ahhoz, hogy tökéletesen épp maradjon az éle, akkor le kell zárnotok, Ugye az élét, savmentes primerrel. Most ugye tippen nyilván nem lenne lényeg, de megmutatom annak, aki még nem csinált ilyet. Fogod az élét, szépen lezárod, csak az élét savmentes primerrel, és már mehet is rá a top gel Olyan vendégeknél, akiknél egy picikét tudod, hogy igénybe vettebb a, a kezecskéje, ott érdemes esetleg két réteg fényzselével borítani de én általában egyel szoktam, és tényleg ritka eset, amikor olyan vendég van, akinél tudom, hogy macerás, sokat használja, akkor ott használok két réteg fényzselét. Jó, no. ugye itt is csak egy tipre kentem fel ezt a kis fedőt, és itt is lekenem, de igazából most nem is ez a lényeg, hogy most borítom a -e fényzselével, vagy nem, itt a francia véget szerettem volna nektek megmutatni, hogy mennyire könnyen lehet elkészíteni egy nyomdafej segítségével. Jó, tehát ő volt a Sense Chrome Mirror Deluxe White Por, eszméletlenül. Hogyha szerettétek azokat a a körmöket, amiket White Pearl alapanyaggal készítettünk, ugye a kis héli bíbirös feeling el, akkor ezt imádni fogják a vendégek, de egyébként, hogyha szeretitek a hagyományos porokat, akkor érkezett hozzánk a Chrome Mirror Liquid két új színnel, Fine Aurora, illetve White Pearl néven, és én most szerintem ezt a White pearl fogom nektek megmutatni. Annyira fantasztikusan szép a doboza is már ennek az egésznek, hogy, hogy, már csak azért is megéri megvenni, mert nagyon nyűrű szalonnak a dísze tud lenni. Viszont a White pearl milyen alapot fogok nektek készíteni? Meg szeretném mutatni nektek az ombres préket, Ja, amik érkeztek. Mm, van még ezen a négyen kívül egy ilyen kis arany szemcséjű, viszont azt sikerült a kisfiamnak valahogy úgy elraknia, hogy nem találom. Majd egyszer csak kerül lehet mosásban. Uh, amit most fogok használni, az az ezüst ombrespré lesz, a 14-es, de ugye van benne egy ilyen kis fekete csillámos, fekete arany csillámmal, kék, szintén ilyen csillámos, az ezüst is gyönyörű csillámos, illetve egy kicsit ilyen rezes árnyalat, őt is fogom majd még ma Használni. Na most első körben az ezüsttel fogok tovább haladni, és egy rettentően egyszerű körmöt szeretnék vele megmutatni nektek, csak hogy lássátok az ombrespéknek a hatásosságát, a gyorsosságát, fantasztikusan gyorsan kell vele dolgozni. Azt mondja, hogy ha lefixálom a három steppest, akkor arra tehetem fel, a krompóra gondolsz? Valószínűleg arra gondolsz, mert ugye arról beszéltünk, az nem elég, fényzselét kell, hogy ráhúzzál, fényzselé, bármilyen fixálásmentes fényzselét, hogyha fölteszel, körülbelül egy olyan 20 másodpercig kötteted, attól függ, hogy milyen erős a lámpád, és abba mehet bele egyből a, mag, a krompor. Jó? No, nézzük, hogyan alkalmazható az ombre spray. Itt most maradok egy fehér alaknál, nagyon jól fog rajta mutatni a az ezüst ombrespré, és ugye hogyan alkalmazzuk ezeket az ombrespréket. Vagy elaszti hardener, vagy kompakt bézgél, valamilyen bézgélbe föl, fölkened a bézgél, gyakorlatilag és a nyers anyagba bele tudod fújni ezt a sprét. De nagyon jól működik egyébként színbe fújva is, bármit választhatsz, a nyers anyagba kerüljön bele. Én most az elaszti hardenerből fogok egy vékony réteget fölvinni a körömnek a felszínére, Szépen az egészen eloszlatom. Jó? És ezt követően használom az ombre sprét. Na most az ombre spréknél, amit tudnotok kell, hogy ugye nagyon finom szemcséjű por van benne, ezt érdemes fölrázni, mielőtt elkezdenéd használni, illetve én szoktam egy-két ilyen kis nyomáspróbát csinálni egy kis papírtörlőre, hogy lássam, milyen erősen kell megnyomjam, ha nagyon erősen nyomom meg. Most itt egy párat kifogok sprickolni, hogy lássátok, mire gondolok. Ha nagyon erősen nyomom meg, akkor brutál sok jön belőle. Ha picikét finom majd nyomom meg, akkor megint csak kevesebb. Ha sok pici mozdulattal, akkor még kevesebb jön belőle. Tehát gyakorlatilag ki kell tapasztalt, hogy a te kezednek milyen nyomás erőssége van, és ez a nyomás erősség mennyi port fog kiszorni a felületre. Jó? Az, hogy az ombre milyen szögben tartod, fogja meghatározni, hogy milyen mélyen, milyen hátra fog elterülni majd a mintázatod. Ha azt szeretnéd, hogy nagyon hátra kerüljön majd a színátmenet, a tégeit majd, hogy nem függőlegesen tartod a felülethez képest. Minél kisebb színátmenetet szeretnél, annál jobban döntöd a felülethez képest magán ezt az ombrespré anyagot. Jó, nézzétek, ugye fönt van az elaszti energia? És én egy kicsit inkább függőlegesen azt szeretném, hogyha jobban hátra terülne az anyag, és pici mozdulatokkal elkezdem fölvinni a felületre. Amikor már úgy gondolom, hogy eléggé hátra elterült az anyag, és mondjuk nem szeretném a körömnek a hátsó harmadát is ezzel az ezüsttel bevonni, akkor egy picikét változtatok a szögön. És itt a körömnek a szabadszíli részénél dolgozok egy picit intenzívebben. Még egy picit rá. És egy nagyon kellemes kis átmenetet ad. Egyébként a kamera csal, ennél szebb ez a színátmenet. Próbálom majd mindjárt úgy forgatni, hogy lássátok, talán így jobban látni. Nézzétek, annyira kis, finom, kis szép, ugye ez a színátmenet. Köszönöm szépen a dicséretet a körmömről, majd mindjárt el is mondom, hogy mi van rajta, csak beteszem köttetni a lámpába ezt az anyagot. Ugye ez, ez is ombre spré volt. Az én körmemen pedig egyébként a tájgeráj szilkek közül a, a fahéj árnyalat van, a másikon pedig a sense Magnetic Flash-nek a csoklet árnyalata. Be fogom majd őket mutatni. Milyen anyaggal fújkálod? Ivet nem köttettem ki, nyers anyagba, elaszti hardenerbe fújtam most bele az ombre sprét, és egy tényleg egy nagyon-nagyon kellemes kis színátmenetet kaptam, Cserébe. És ugye, amit tudnotok kell, hogy az ombresprét azt nem csak színen menetre tudjátok használni, hanem egyben erősíti is a körmöt. Tehát, ha mondjuk van egy géllakos, köröm. Mondjuk legyen egy Smartgami rubber base, a, és azt szeretnéd erősíteni, hogy a rugalmassága az egy kicsit kompenzálva legyen, mert ugye a Smartgami-t nem tudjuk hosszabb körömre föltenni, mert nagyon rugalmas, de ha mondjuk ombresprével kialakítasz a szabad szélre egy színátmenetet, akkor már is megerősítetted. Gyakorlatilag úgy működik az ombrespré, mint mondjuk a, a Hardener Sand, hogyha beleszorod a felületben, akkor egy sokkal-sokkal erősebb hatást tudsz majd elérni. És ugye én itt, amit ígértem nektek, hogy a White Pearl Chrome Mirror fogom még tovább fokozni ennek a színátmenetnek a szépségét, és ugye ezekkel a Chrome kapcsolatban, amit tudnotok kell, hogy ugye ebbe benne szépen az alján ül alaposan fel kell rázni használat előtt, és ezt is, mint hogy a kromporokat, még egy kicsit rázom, fényzselé felületébe kell majd bele dolgozzuk. Itt már... Nem úgy, mint a szenszkrompornál, nem várok nagyon sok kihűlési időt, itt a még meleg fényzselébe kell, hogy beledolgozzam ezt a kromport, tehát fölviszem a kultoppot, cool és körülbelül egy olyan 30-60 másodpercig fogom köttetni, és hát a legjobb, akkor szokott lenni ennek a krompornak, a kromlikvidnek a bedörzsölése, hogyha ombre spray, vagy ombre vagy esetleg applikátorral, vagy kesztyűvel viszed föl a felületre, viszont képzeljétek el, hogy itthon van az összes körmös cuccom, minden ember van rendezkedve itt a szalon, viszont a nincs itthon egy darab sem, amit föl tudnék használni. Úgyhogy én most az ujjammal fogom megpróbálni, az ujjammal nem biztos, hogy olyan tökéletes felületet fogok tudni kialakítani, mint kellene. Kicsit letisztítom az ujjamat. Most, hogyha letelt a kötésidő, a még meleg fényzselébe szépen bele fogom dörzsizni. Nézzétek, fönt van a kultop, cool fölviszek a Chrome Mirror liquid likvidből egy réteget, egy nagyon picit hagyom, hogy elillanjon belőle a folyadék. Majd ezt követően elkezdem szépen bedörzsölni. És ugye ez lesz az a white pearl por, illetve most jelen esetben már folyadék, ami akkora nagy trendnek örvend, hogy szerintem ezt az óceánon innen és túl is imádják. Ugye ez lesz az úgynevezett Héli Bieber köröm. Én megmondom őszintén, lányok, hogy ha még nem kezdték el a vendégek úgy kérni, hogy Hailey Bieber körmet szeretnének, én azt se tudtam ki ez a Hailey Bieber, de a White Pearl Chrome ezt már ismertem évek óta, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de én imádom. És adott hozzá egy olyan kellemes kis pluszt, hogy, hogy tényleg fantasztikusan gyönyörű, a kamera nem adja vissza egyébként. És akkor, ha már itt tartunk, akkor tegyünk bele még valamit. Jó, első körben le fogom fedni fényzselével. Ugye most, ha ez vendégkörme lenne, itt is érdemes lenne első körben a savmentes primert a köröm élére fölvinni. Viszont én most tippen dolgozok, úgyhogy ebben nem kentem most. No. A végső fényzselézés előtt egyébként én megszoktam egy picit fejjel lefelé fordítani a körmöket, hogy a gravitáció segítsen nekem, és sokkal egységesebb, szebb felületet alakítsak ki. Ó, és nézzétek csak! Matricák. Matricákból ötféle matrica érkezett most ebbe a szezonba három öntapadós, tehát ugye ezek a kis szilikonos matricák, kettő nagyon szép őszi hangulatú, ezeket is fogom még később használni, illetve egy úgynevezett 5 d matrica, ami egy kicsit ilyen domború, ha megnézitek oldalról, akkor talán lehet látni, hogy egy kicsit, aha, így jobban látszik, látjátok, hogy így kiáll a felületből, ilyen nagyon klassz kis indaminták vannak benne. Igen, megmutatom a saját körmömet. Jó, hamarosan megmutatom őket kikenve is. Egyes géllakra, one step géllakra tehetsz koromport? Igen, tehetsz rá, mert fényesre köt. Úgyhogy bármi olyan anyagra mehet a krompor, aminek fényes a kötése. És akkor itt, ha már a fényes felületről van szó, akkor el kell, hogy mondjam, hogy ugye most három matricát mutattam nektek, a három öntapadósat, ezeket kizárólag fényes felületre lehet tenni. Tehát fényzeli felületére, miután az kikötött, illetve van még két vizes matricánk, ővelük is fogok majd dolgozni, őket pedig ragacsos felületbe kell majd belehelyezni, ezt is mutatom majd később, de most maradjunk az 5 matricáknál. A tetszik nektek? Egyébként itt láttam, hogy írtátok, hogy hogy inkább szeretitek a rajzolt mintákat. Egyébként én is nagyon-nagyon szeretem a rajzolt mintákat, viszont néha van az, amikor gyorsan kell, hogy kész legyél, és ma már a matricák sokkal-sokkal jobb minőségűek, sokkal szebben kidolgozottabbak, mint amilyenek jó pár évvel ezelőtt voltak, úgyhogy amíg régen ciki volt néha matricát hordani, addig most meg sem mondják, hogy az van a kezeden, tehát annyira, annyira szépek tudnak lenni. Nézem közben a kérdéseket, hogy tudnék-e beszélni a Tiger fogok, a következő köröm majd az lesz, jó, úgyhogy ne menjetek sehova, de ha már itt vagytok ennyien, akkor megköszönném, hogyha kis Szívecskékkel jeleznétek, hogy tetszenek-e esetleg az újdonságok, tetszik -e nektek a műsor, amit itt adok. No. És akkor nézzük, melyik matricát illesszük föl a körön felületére. Én nagyon szeretem a csíkokat, és tök jó, hogy ebben vannak is fekete csíkok, és én ki is néztem magamnak, ezt a matricát. Amire figyelnetek kell, hogy ez az 5D hatás, ez egy picit merevebbé teszi a matricát, de ez nem azt jelenti, hogy merev és nem fekszik föl a felületre, hanem azt, hogy érdemes óvatosan szedni le erről a kis hordozóról, mert ha csak így fogod és így föltépen, akkor előfordulhat, hogy elszakad a matricát. Tehát szépen így fogod és lehámozod gyakorlatilag illetve ha mondjuk olyan felületre kennéd föl, vagy tennéd föl a matricát, ami nem veszi föl a matricának a, a matrica nem venné föl esetleg a köröm felszínét, akkor lehet olyat csinálni, nézzétek, hogy itt a matricák mentén, nem a mintába, de egy picit így bele vágsz, és ezáltal már nagyon könnyen föl tudja venni a körömnek a domborúságát. No, hát helyezzük föl a felületre, tehát ugye fényes, kikötött felületről beszélünk. Nagyon klassz ez a kis matrica felszedő csipesz, mert tök jól rá lehet applikálni a körmökre mindenféle kis matricát. Picit megfordítom a vendégem kezecskéjét és alaposan rá nyomkodom, rá simítom a felületre ugye, a matricámat. Na most ez a matrica akkor lesz szép, hogyha maga a minta az mat, de ugye le kell, hogy fedjem az egészet, és én mondjuk egy fényes körmöt szeretnék, akkor hogyan tudnék eljárni? Úgy tudok eljárni, hogy első körben lekenhetem mattal az egész körmöt, amihez mattevőr topot fogok használni, viszont még szeretném egy picikét megbolondítani ezt a körmöt, és itt a káoszban el is vesztem, de valahova kitettem itt az asztalomon, kutatom, keresem, nem találom. Egy pillanat türelmet. Konfetti toppot keresek, mégpedig abból is a feketét. Egy fél pillanat, hölgyeim. Igen, meg is van a bőröntben, felejtettem. Én ezt a konfetti toppot nagyon-nagyon szeretem, mert bármilyen körmöt föl tud dobni. Egyébként azt tudjátok, hogy vissza lehet nézni ezeket a live-okat, mégpedig a kristálynész.hu. Per TikTok kötője live oldalon keresztül, vagy pedig a Krisztánésznek a YouTube csatornáján. És amit még elmondanék nektek, hogy képzeljétek el, hogy most nyílt nekünk egy új üzletünk az Aréna Plázában. Ez egy picit sok lesz. És a mai naptól egészen vasárnapig mindenre, tehát minden egyes termékre, van 10% kedvezmény, tehát ha most szeretnétek akár gépet venni, akár valamit nagyobb tételben, akkor érdemes ellátogatni az Aréna plázába. Egy kicsit túltoltam a kis pöttyöket. Érdemes ellátogatni az Aréna plázába, mert tényleg 10% kedvezménnyel tudtok majd vásárolni. No, tehát ezt a konfetti toppot vittem fel a körömnek a felületére. Ez egy mat top egy villámköttetésre behelyeztem, egy kicsit kiegészítette a mintámat, majd a mattevő toppal le fogom szépen fedni az egész körmöt, rá a mintára is, és behelyezzük a lámpába. Egy villámköttetés elegendő, ugyanis tudnotok kell, neten sajnos nem érvényes, személyesen kell, hogy elmenjél, No, tehát Budapesten az Aréna Plázában, a Tesco melletti sarokban lett a kis üzletünk, úgyhogy menjetek, nézzétek meg, egészen vasárnap zárásig tudtok részt venni ebben az akcióban. Akár elmehettek többször is ezen időn belül. Ó, no, és ugye, mint említettem, fényes körmet szeretnék, nincs más dolgom, mint fényes toppal. Átkenni a körömnek a felszínét, de úgy, hogy kikerüljem a kis mintámat. És egy nagyon-nagyon szép, kis, finom köröm tud készülni így. Jó, tehát, hogyha nincs kedved arra időt tölteni, hogy festegessél mintákat, vagy nem áll még úgy a kezedre, akkor ezt a kis ödés matricát, ha felhasználod, pillanatok alatt nagyon kellemes kis körmöket tudtok majd vele készíteni. Jó, tehát ugye eddig, amit mutattam nektek, ja is nézzétek! Itt van még matton az ombresprével, ezt csak itt testből készítettem. Itt nincsen rajta krompor, csak a fehér tip, rajta az ezüst ombrespré, mattoppal, egy kis babölgámmal. Jó és ilyen tök jó kis hatásokat lehet vele elérni. Tehát ugye ő volt az ombre spray, jó? illetve, amit ugye mutattam már nektek, ez a Sens Chrome Mirror Deluxe White Por. Jó? Igen, a Krisztánésznél veszem ezeket a lakkokat. Ugye én a Krisztánésznél tanítok, aki nem ismerne, Majnik Mónika vagyok. Egyébként tíz éve dolgozom a céggel együtt, a cégnek tanítok az alapképzésben, tartok továbbképzéseket, nagyon sok tanuló került ki ez alatt a kezeim közül, többen itt vagytok, és egyébként nézitek is a, a műsort, ezt külön köszönöm, és akkor nézzük is, menjünk tovább, hogy milyen gyönyörű tájgeráj lakokkal érkeztünk. No, négy gyönyörű szép árnyalatban, Dastroz, Szynamon, ugye ez a fahéj, Header, vagy header, nem tudom szépen kimondani, illetve egy moon árnyalat. Igen, megmutatom a moon-t. Nézzétek csak. Ő a moon. Ő egy kicsit ilyen ezüstös, de van egy nagyon enyhely, ilyen lilás-rózsaszínes beütése. Viszont van egy konkrétan, ami egy kicsit ilyen inkább lila. Ugye ő, az, ő a lilás árnyalatunk. A dust Rose fantasztikusan szép rózsaszín árnyalattal érkezett. És a fahéj, nekem ő az egyik nagy kedvencem. Az enyémen ez a fahéj árnyalat van, fantasztikusan gyönyörű. Na, melyiket kenjem föl, melyiket szeretnétek megnézni? Jó, addig megmattítom a tippet, írjatok nekem. Fahéj, Moon, Dásztróz, vagy pedig ugye ez a lilás. Rózsaszín, rózsaszín, mindet. <laughs> Rózsaszínnek dásztróz a neve, tudjátok, mit kikenem, mindet. Jó? Nézzétek meg! Sőt, lehet, hogy nem is fehér tiprekenem, kenem, hanem átlátszóra, hogy lássátok valójában milyen a színük. Jó? Tehát négy gyönyörű árnyalat. Kezdjük, Jó? A mágnesezéshez mi az, amit használhatsz? Ugye létezik uh, igazából kétféle mágnesünk. Az egyik, ez a kis hagyományos Tiger mágnes, illetve létezik ez a szupererős két végű mágnesünk, ugye ennek itt van egy golyós vége, illetve egy erősebb mágnes, és van egy harmadik, ami szintén egy kétoldalú mágnás, ugye az egyik fele egyenes mágnás, a másik fele pedig egy ilyen kis dupla változat. És akkor megmutatom nektek, hogy ezek a mágnesek mit tudnak. Amit tudnotok kell, hogy én nagyon szeretek ezzel a mágnassal dolgozni, mert ez a legerősebb, viszont én szét szoktam szedni, mert én nem a lapját szeretem használni hanem az élét, és kiszoktam szedni a tégeiből. Van még valaki rajtam kívül, aki kiszedi? Ugyanezt szoktad csinálni te is, igen. No, nézzük akkor, hogyan működnek. Legyen az első a dásztróz. Jó, a rózsaszínnel dolgozok. mutatom nektek, annyira gyönyörű szép színe van, és igazából ezek a tájgerályok, amiért nagyon jók, hogy nem igényelnek külön alapszín, tehát bármilyen színre rákenheted, nem kell, hogy legyen sötét, vagy világos alap, hogy előjöjjön a hatása, hanem egyből mehet is. Ha csak az első réteget mágnesezed, akkor egy finomabb hatása van, ha viszont szeretnéd, hogy intenzívebb legyen, akkor, akkor ugye két rétegben. Most megmutatom, egy rétegben ő milyen. Oldalról fogom megmágnesezni. Egyik oldalon, másik oldalon, talán így. És tényleg ilyen kis sejem fényű szinte, már-már reflektív. Jó, ő egy réteg, de meg fogom mutatni két réteggelő milyen itt közben. Kérdeztétek, hogy hogyan lehet kiszedni ezt a mármást. Nagyon egyszerűen, nekem van egy olyan kis pontozó tűm, amit nem sajnálok, várjál, ez az, amit sajnálok, de van egy, amit nem sajnálok, mert ő már túl van mindenen, és gyakorlatilag ezzel a pontozó tűvel benyúlsz ide az aljába, és nézd, csak így ki tudod tolni, és már kinn is van. Jó, így tudod kiszedni belőle. Jó? Jakobzoli Jákob Zoli nincs itt, én most itthon ülök gyálon a kis körmes asztalomnál, úgyhogy Jakobzoli nincsen. De lehet, hogy nézi. Na nézzétek, csak fölkentem az első réteget. Egyébként, hogyha két réteggel tervezel dolgozni, akkor az első réteget nem szükséges megmágnesezni, mehet csak a második. És sokkal-sokkal intenzívebb hatást fog elérni a kettő réteg színnel. Nézzétek csak! Éles vagyok? Aha. Egyszer. Még egyszer. Annyira szeretek vele játszani. Nézzétek! És szinte tényleg, mintha reflektív lenne, mintha gyémántok lennének a kis körmödön. Jó? Tehát ő volt a Dast Rose. Na, akinek ez tetszik, az úgy elkezdhetné nyomni nekem a kis szívecskéket, megosztásokat, hagyd lássam, mennyire vagytok oda Nekem a kedvencem egyébként ebben a szezonban, ez a Tiger Eye Silk, és akkor, ahogy kértétek, mutatom a többit is, ő volt a Dust Rose. Nézzük a moon -t. Itt a Moon, itt már csak a második réteget fogom mágnesezni, hogy haladjunk, mert annyi mindent szeretnék még nektek megmutatni. Nagyon-nagyon sok termék érkezett, és egytől egyik gyönyörűek. Jó, ő lesz a múnnak az első rétege. Mutatom a fahét, első rétegben mágnesezés nélkül. Egy nagyon kellemes, tényleg igazán őszi árnyalata van, és egyébként ezek a tigerei szilkek, Simán beleférnek még azoknak a hölgyeknek is, akik egyébként nem egy rebellis típusok, inkább a finomabb színeket szeretik, azok is ezt beszokták vállalni, mert ez egyszerre finom és elegáns, de közben valami egészen vagány is. A képzeletet szab csak határt, hogy hogyan szeretnéd őket felhasználni. Nyugodtan be lehet építeni őket műkörem szabad részébe is. Én például különösen szeretem 3D mozaik technikához is használni őket. Úgyhogy tényleg nagyon kis klasszak illetve nem tudom, hogy mennyire vagytok egyébként képbe az ázsiai divattal, de az ázsiai körmösök brutál jó kis letisztult vagány körmöket készítenek, úgyhogy majd fogok is hozni a későbbiekben, lehet, hogy egy későbbi live-ot rá fogok szentelni majd az ázsiai stílusnak, ha vannak fiatal vendégeitek, vagy ti magatok vagytok ilyen 10-20 pár évesek, akkor, akkor tudjátok, hogy mire gondolok és ezt egy kicsit föl kell majd eleveníteni, hogy, hogy mindenki ismerje. No, a moon tartunk, ugye ő így néz ki mágnesezés nélkül. Nézzétek, milyen gyönyörű. Itt is jövök egyik oldal, másik oldal, és szemből. Jó, Eszméletlen szép szín. Olyan, mintha tényleg gyémántok lennének. Jákob úr is besegít, ha sok a munka? Egyébként meglepődnétek, de igen. Jó, tehát, hogy ő úgy, úgy, tényleg ott van. Csinálja, jön velünk, ha vannak ötleteink, meghallgat. Ha neki vannak ötleteink, akkor a neki ötletei, akkor azt elénk tárja. Tehát, hogy itt tényleg így tök jó közreműködik így a céggel, szinte majdnem minden nap találkozunk bent az irodában is akár, úgyhogy, úgyhogy ő egy tényleg jó is főnök. Tudom, hogy csak ironikusan kérdezted, de, de igen. No, ő a fahéj, fantasztikus, gyönyörű, nézzétek! Nem tudok betelni egyébként a mágnesezéssel, próbálom úgy csinálni, hogy lássátok. Sőt, akár még innen hátulról is egy picikét emelhetek rajta. Jó. Miben másabb a hatása, ha így használom a mágnest? Ha így használom a mágnest, hogy körbe tolom, akkor a mágnes szemcsék úgy terülnek el rajta, hogy egy ilyen felvillanós hatást alakítanak ki. De most mutatok egy másfajta, ugye ő a lila árnyalat, ő is egy nagyon kis finom szín. Például használhatom a fekete mágnesnek ugye azt a végét, amelyik a dupla oldal, amin a két S betű van, és mondjuk így ferdén ide fölé helyezem. Akkor egy ilyen árnyalatot kapok, egy kis S betűt. Ó, oh, és ahogy látjátok, hogy ez a hordozó anyag előkerül, nem egy ilyen szürkés valami, hanem egy nagyon-nagyon szép lilás árnyalat, tehát szinte egy ilyen üveghatású anyagban van benne maga ez a finom fehéres mágnes szemcse. Igen, kell mágnesezni, ez ugyanúgy egy kristalak, tehát gyakorlatilag egy géllak. Használhatod mágnesezés nélkül is, vagy használhatod mágnesezve, mert fantasztikus hatásokat lehet elérni. Ha szeretnéd, hogy például egy picikét ö, ö, sötétebb színe legyen, akkor kenheted egy sötétebb alapra, de tényleg bármilyen dolgot el tudsz vele készíteni, és akkor ha már mágnesezünk, akkor megmutatom nektek a másik négy mágneses lakunkat, ugyanis most el vagyunk árasztva, és tényleg nagyon nagy trendi dolog, a mágneses lakkozás, újra felfedeztük őket, Léci, osszátok meg ezt a videót, hogy minél többen lássák, illetve nagyon-nagyon szeretném, hogyha már ma itt este 8 órakor itt ülök veletek, és mindenféle jóságról beszélek, akkor hát minimum egy olyan százezer lájkot szeretnék elérni. Úgyhogy kezdjétek el nyomni a szívecskéket. Léci, 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 Léci. Köszi, köszi. Várom őket, és akkor megyünk is tovább, mégpedig a szenz. Reflektív lakjaival, ugye a reflektív géllakokat már ismeritek, sima lakkal nem tudsz mágnesezni sajnos. Ahhoz, hogy mágnesezni tudda a géllakokat, olyan mágnes szemcsék kellenek bele, amik reagálnak a mágnes hatására. Egyébként lehet, hogy létezik ilyen körömlak, nem, nem tudom. Jó, tehát ugye ők lesznek a reflektív lakkok, ezek a reflektív lakkok, ugye ez azt jelenti, hogy minél erősebb fény éri, annál intenzívebben csillognak, ugye ezek a, a gél lakok. Ugye itt most négy árnyalattal érkeztünk, az első volt a, a szend árnyalat, ami egy kicsit ilyen homok szín, egy kis arany szín, nagyon-nagyon kis kellemes hatása van. A kezemen látható a csoklet árnyalat, egy nagyon kellemes barna, és hát rózsaszín, mert szeretitek a rózsaszínt, és fantasztikusan gyönyörű, illetve egy ezüst színben érkezett még, és ugye nem biztos, hogy jól látjátok a kamerán, de ezekben a lakokban a színen kívül van még egy nagyon pici, kis hologrammos csillogás, hogyha megnézitek talán a körmömön, jól ki lehet venni, hogy egy picit úgy megcsillan, kis hologramos színük van. Na nézzük, mutatom az ezüstöt, és ugye ezek a flash lakók, ezek egy picit sűrűbbek, mivel egy nagyon-nagyon sok csillám van benne, rettentően sok csillám van benne, emiatt olyan sűrűbb a hatásuk, és már egy rétegben is tudnak nagyon szépen fedni, de azért a két réteg javasolt nekik. Jó, ő volt az ezüst, és akkor mindjárt mutatom a többit is, és őket is meg fogjuk tudni mágnesezni. Jó, van, szépen jönnek a szívecskék, nagyon szépen köszönöm nektek. Megosztásokat is köszönöm, és ne felejtsétek el, hogy vissza tudjátok nézni majd ezeket a videókat, nem csak ezt, hanem az összes TikTok live videót, amit a Krisztánélsz tart nektek, Még pedig a krisztánélsz.hu per TikTok kötője live oldalon, vagy pedig a Krisztánésznek a YouTube csatornáján, ahol Ugye minden évben van négy szezon, egy tavasz, nyár, egy ősz, illetve egy tél, és a nagy rendezvények után szoktunk egy ilyen újdonságos bemutatót tartani. Viszont alapjáraton két hetente van egy ilyen TikTok live előadás, ahol különböző témákkal szoktunk előjönni. Volt már például szó, hogy csak az ecsetekről beszéltünk, vagy az építőzselékről, vagy a bézgélekről, tehát elég sok témát átölel a, a dolog, géltippekről, úgyhogy érdemes ezek Visszanézni, viszont képzeljétek el, hogy tervezünk elindítani egy magazin műsort és nem tudom, hogy mennyire vagytok rá vevőek, de arra gondoltunk, hogy csinálhatnánk szintén két hetente egy ilyen kis beszélgetős live-ot. Ezt úgy képzeljétek el, mint, mint mondjuk egy kis reggeli műsor, csak ez mondjuk lehet, hogy este lesz, vagy délután, majd attól függ, hogy nektek milyen időbeosztással jó, és különböző témákat fogunk majd előhozni, ez lehet akár vállalkozással kapcsolatos, lehet könnyedebb, celebes témák, vicces témák. Tehát nagyon-nagyon sokféle témával elő tudunk nektek készülni, és akkor így beszélgetünk közösen. Na most itt az ezüstnek nézzétek, a második rétegét viszem fel. Lehet látni egyébként az anyagnak a struktúráján, hogy mennyire sok csillám van ebbe az anyagba. Gyönyörű, szép hologramos hatása van. És akkor itt is mágnesezhetsz. Megmágnesezheted négy oldalról, ahogy az előbb, vagy lehet ugyanezzel a kis S formával. Nézzétek. Szerintem nagyon-nagyon klassz. Mese szépek lettek, és nézzétek, ahogy forgatom, itt próbálom a fényeket úgy belőni talán így még jobban látszik, hogy mennyire szikrázó napfényben a legdurvábbak. És itt a szó szoros értelmében értsétek a durvát, szinte vakít. Tehát ez is olyan, mintha gyémántok lennének a, a kezecskéteken. Na, ja, ugye ő a rózsaszín árnyalatunk. Na, ja, őt is megmágnesezzük. Megmutatom nektek, hogy mit tud ez a, ez a kis kerek mágnás, ővel is lehet tök jó kis dolgokat csinálni. Mondjuk ezt így itt megtolom, Így itt megtalom. Innen visszajövök még egy kicsit. És akkor egy ilyen kis csíkos hatás. Jó, egy fél pillanat türelmet kérek szépen, csak a cicám be akar jönni, beengedem az ajtó, Gyere! meg is jött. És mutatom a további színeket. Jó, ő lesz a csaklet. Igen, most itt talán a fénynél jobban látjátok ezeket a kis hologramos részeket benne. És aki már esetleg unná, az nem menjen el, mert a következő körömnél meg fogom nektek mutatni az új akrilzseléket, illetve van egy fantasztikus vadonatúj akrilzselé ecsetünk, úgyhogy maradjatok velem mindenféleképpen. Azt mondja, hogy ajándékba kaptam mágneses ezüstöt, egyszerűen nem mágnesezett be jobbról, balról és előről. Ezt a flash mágneses lakkot kaptad? Ezzel csináltad volna. És csak lehet olyat is, hogy csak így előről. És nézd meg, mivel most én a lapjával csinálom, és ezzel az erős mágnessel, ez valahogy nem tetszik neki. Ha viszont az oldalával csinálom, ahogy az előbb is mutattam nektek, lányatok, mert a mágnes az mindenhez is odaragad. Ha viszont ugye az élével készíted, az élével sokkal intenzívebben tudod a mágnest terelgetni benne. Viszont ha már egyszer mondjuk a mágnes összehúzta, akkor érdemes nem új réteget fölvinni, hanem csak átkenni az anyagnak a felületét, mert ha már egyszer összehúzta a mágnest valamilyen formában, utána már nehezen mágnesezhető. Úgyhogy ilyenkor fogod, előveszed, és én az élével szoktam. Nem tudom mennyire adja. Talán így. Jó, ott a csaklet árnyalat. Jó, lehet, hogy nem volt elég erős a mágnes. Tehát, hogyha ilyen mágnesed van, akkor az élét használ, és egyébként a, a flashhez szükséges az erős mágnes. Tehát például mondjuk a, ezzel a kis lapmágnessel nem nagyon fogsz tudni túl sok mindent csinálni a flashsel. Illetve, ha mondjuk őt használod, akkor ennek a két dupla oldala az tök jó hozzá. Ez az oldala nem feltétlenül lesz annyira intenzív, mint hogyha kiszedted volna a vastagat, és ugye ezt a részét használod. Ki kell kísérletezni, tehát nem minden jó mindenhez. Na, melyik maradt még ki? Itt nézem. A szend árnyalat, ami még hátra van, szívesen. Én nagyon aranypárti vagyok, imádom ezeket a finom meleg színeket. tényleg annyira gyönyörű. Ja, mindig eldugom itt ezeket a mágneseket. Hát ezt is nézzük meg most ilyen kis S alakba. Kis szikrázó. Egyébként ezek a lakok már simán megállják a helyüket az ünnepi szezonban, akár egy karácsonyra, akár egy szilveszterre. Ugye ők voltak a, a szilkek, ugye a gyönyörű szép szilkeink, nekem tényleg ők a nagyon nagy kedvenceim. Hogy használom szilknél? A, a lemaradtáról az előbb mutattam, de megmutatom még most egyszer ezen a lilán. Ugyanúgy gyakorlatilag. Jó, nézzétek, erre most rá fogom kenni még egyszer. És megmágnesezem négy oldalról a szétszedett kis mágnesemmel. Nézd! Innen, innen, és szemből. És ugye ezekben, mivel ilyen kis, picit ilyen fehéresen csillogó szemcsék vannak, sokkal-sokkal intenzívebben adja magát, szinte ragyog. És akkor ugye ők voltak a flash árnyalatok. No, hát de menjünk tovább, nézzük a következő adag újdonságunkat. Picit itt elpakolok az asztalon, Köszi a szívecskéket, köszi a megosztásokat, osszátok meg minél többen, és hogyha tetszett nektek egyébként ez a beszélgetős stúdiós ötlen, nagyon szívesen fogadunk témajavaslatokat, vagy vendégjavaslatokat, kikkel szeretnétek esetleg, hogy beszélgessünk, lehetne beszélgetni karrierépítésről, vagy akár vendégkörépítésről, árlista képzésről, tehát nagyon-nagyon uh, jó. Um, Témákat lehet fölhozni. A rózsaszínnek a neve Dust-Rose árnyalat volt. Jó, tehát Dust-Rose néven fut. És hát akkor ugye említettem nektek az akrélzseléket. Hasznátok akrélzselét, lányok, fiúk? Van itt fiú egyébként közöttünk? Jó. No. Nem látom, hogy írna valaki szeretitek az akrilzseléket. Jó, no, három gyönyörű szép árnyalattal érkeztünk, mindegyik egy kicsit ilyen milkis, lágyabb hatása van. Igen, itt közben, itt admin kérdezte, hogy mikor értek jobban rá az élő adásokra napközben, vagy inkább este. Szia, szia, Karesz, de jó, hogy itt vagy, puszillak. Jó? Inkább este, inkább este. No, itt többen jelzitek ugye az esti adás lehetőségeket. Hát figyeljetek, mindent meg tudunk oldani, és tényleg izgalmas témákkal lehetne ezeket földobni, egy picikét másabban, jó? Tehát olyankor nem körmöket mutatunk, hanem gyakorlatilag a beszélgetünk érdekes témákról. No, az akrél zseléket mindjárt fogom mutatni, viszont előtte nézzétek meg ezt a gyönyörű szép ecsetet. Jó, Extreme Fusion van ugyan ráírva, viszont egy természetes szőrű ecetről van szó. Gyönyörű, szép hegyben végződik, és hogy tudjátok porcelához is használni, jó? Tehát nem csak akril zseléhez. Nagyon jó kis nyomóereje van, könnyen lehet vele franciát alakítani, gyönyörű hegyben végződik, és hát a másik végén pedig van egy spatula, amivel ugye egyből tudod adagolni magát az akril zselét miért jobb nekünk mondjuk ennek az ecsetnek a spatulája, mint az a spatula, ami ugye eddig van nekünk. Hogyha megnézitek, talán egy picit lehet látni, hogy ennek az újnak, ami az ecseten van, egy picikét vastagabb, igen, természetes szörű ági, picit vastagabb az éle. És ezt tudjátok miért jó? Azért jó, mert jellemzően, főleg tanulóknál én nagyon sokszor belefutottam abba, hogy úgy szedik ki a tégelyből az akrilzselét, hogy szinte lehámozzák a tégelyt, megpróbálom úgy csinálni, hogy lehámozom, nem jön le most így, mert új a tégely, és olyankor kis pici, fekete műanyag darabkák kerülnek bele az építendő körömbe, ami ugye hát nem jó, mert ugye elpiszkolja a szép körmet, amit elkészítesz. Viszont ennél az anyagnál ennél az a spatulánál mert ugye erre nincsen esélye, tehát nem fogod tudni gyakorlatilag lehámozni ezt a, a tégeit, úgyhogy sokkal szebb és tisztább munkát tudsz kiérni a kezed közül. Ugye amire szükséged van neked az akrél zselé fölviteléhez, az a tiner, mármint az akrél zselé folyadék, ugye ő bele fogom márteni ez a csinálok ide magamnak egy kis papírt, ezen fogom törölni, most első körben nem építeni fogok vele, hanem meg szeretném mutatni egy ilyen clear tipbe, mégpedig annak a belsejébe, hogy milyen gyönyörű színük van ezeknek az akrilgéleknek. Ilyenkor, amikor mondjuk mintát kenek ki, mindig clear tipet szoktam elővenni, és szépen a belsejébe belehelyezem magát ezt az anyagot, majd az ecsettel szépen eldolgozom, nézzétek, ő lesz a milky pink árnyalat, és szépen az ecsetnek, ilyenkor az élével nyúlok bele, és itt szétterítem, mintha mondjuk egy kis porcelánvirágot akarnál készíteni. Nem engedem, hogy ki folyjon. Kiviszem a szélekhez, kiviszem mindenhova. Eldolgozom, hogy egyenletes legyen, és így már is láthatjátok, hogy raktam bele egy bubit, de azt most mindjárt kiszedjük onnan. Vagy legalábbis szeretném. Ó, és nézzétek, milyen gyönyörű, szép színe van. Ezt most megköttetem, amíg a másik kettő árnyalatot megmutatom. Tehát ő volt a Milky Pink. Vannakünk egy fantasztikus grés elnevezésű színünk. A grés egy mozaik szó, a bézs, illetve a gréj szóból tevődik össze. Ez egy ilyen szürkés árnyalat, viszont nekem egy kicsit ilyen uh, csontszínre emlékeztet igazából. Nagyon-nagyon megtetszett, az egyik kedvencem lett az akrilzselék közül most ez az árnyalat. De az előző szezonban a Candy Floss vitte nálam a, a Primát, most viszont ez a gréz árnyalat az, amiért odáig meg vissza vagyok. Egyébként itt a körmömnek az alapja is azzal készült. Nagyon szépen fednek, nagyon jó az állaguk, könnyen kezelhetőek. Nagyon szépen lehet vele egy glitterombrét elkészíteni. Ah, egy ilyen kellemes kis csontszín. Illetve egy nagyon szép barack, egy peach árnyalat, amivel még érkeztünk nektek. Ú, egyre többen néztek minket, köszi előre is, és aki itt van, az nyomja nekem a kis szívecskéket, jó? Egy nagyon-nagyon szép barack, amit már ha csak önmagában fölkensz a vendégnek, vagy megépíted vele, mondjuk ez minden akrilzselére igaz, már önmagában egy gyönyörű szép alapja lehet bármilyen körömnek. Most csak a színüket mutatom, és akkor utána meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan is mutat ez mondjuk építve, ez az anyag. Szintén tippekre fogok majd dolgozni. Úgy a szíveket, nagyon jók vagytok! Ó, és akkor mutatom nektek a színárnyalatokat. Jó, tehát ez a három szín érkezett most közénk egy grés, egy milky pink, illetve egy peach árnyalat. Mind a három használható akár körömágy hosszabbításnak, akár önmagában színként, a 3D mozaikhoz, tényleg bármilyen technikához, mint eddig az akril zseléknél. Nagyon szépen mutatnak egyébként ők összemosva egymással, hát így úgy tudnám elképzelni, hogy mondjuk a grézs az passzol mind a kettőhöz. Tehát lehet mondjuk ezzel egy baby boomert, ezzel a két címmel, ezzel a két egy baby boomert elkészíteni, és tök jól uh, ki tudják egymást egészíteni. Jó, gyertek, gyertek, sziasztok, nagyon sokan vagytok már, nyomjátok nekem a kis szívecskéket, és tudjátok, mit fogok most nektek mutatni? Egy glitter ombre körmet fogok így most ugyancsak tipre elkészíteni, de azt eldönthetitek, hogy melyik árnyalattal dolgozzak a grézszel, vagy a milky pinkkel, melyiket szeretnétek látni. Jó, várom a válaszokat, grézs, milky pink, melyik legyen. Első válaszoló, milky, grézs, na, milky, milky, ó, jó van, milky, akkor milkyvel fogok most dolgozni. És amit fogok hozzá használni, ugye glitter ombréről beszélünk, ehhez kell glitter. És az én kedvencem, azt hiszem tavasszal jelent meg a Feri Glitter. Ennek a kettes árnyalatát fogom valahogy éreztem, hogy a rózsaszín felé fog húzni a szívetek. Ezt a feri glittert fogom használni hozzá. Ugye ez a feri glitter, ez egy olyan apró csillámokat, illetve kis flékpejheket tartalmazó kis készlet, amivel önmagában már egy teljes glitter el tudsz készíteni, mert különböző méretű szemcsék, aprók, nagyobbak megtalálhatóak benne, nagyon szépen bele lehet dolgozni a körömágyi részre, anélkül, hogy kiállna a felületből. És amit fogok még első körben használni, amibe bele fogom építeni ugye ezeket a csillámokat, az kompakt béznek a milky árnyalatam. árnyalata. Képzeljétek el, hogy a kompakt béznek a milkiróz, rose, illetve a milky white -ja most elérkezett hozzánk 13 millis kiszerelésbe, ugye ez eddig nem volt kapható ebben a méretben, viszont nagyon szeretitek, ezért, ezért elhoztuk nektek, és én ebbe a milky rózba fogom bele helyezni, majd ezeket a kis szemcséket. Ehhez szükségem lesz egy ecsetre, jellemzően fantom ecsettel, vagy art design ecsettel szoktam ezeket a csillámbeépítéseket elkészíteni, mindjárt kerítek is egy ecsetet, Hozzá. Meg is van. Na, no, tehát a fantomecset szokott lenni az, amit leginkább használok, mert rövid, de természetes szőrű, van nyomóereje, tudok vele kis csillámot fölvenni, úgyhogy ő lesz az, amivel dolgozni fogok első körben. Jó. Amikor mondjuk körömre készíted magát ezt a glitter ombrét, akkor az első lépés az az lesz, hogy egy bézgért fogsz fölvinni a körömnek a felületére. Én most ugye itt egy clear tippen dolgozok, és az egész körömre nyugodtan ráhúzhatod ezt a Milky Rose kompakt bézgért. Egyébként nagyon-nagyon szép színe van, én nagyon szeretem géllak technikánál is alkalmazni, glitter -ombre, ombre, elkészítéséhez tökéletes. Egy villámköttetésre behelyezem a lámpába, majd föl fogok vinni már is még egy réteget. És ebbe már mennek is bele a kis csillámszemcsék. És ugye egy glitter ombrét kétféleképpen készíthetsz el. Elkészítheted úgy, hogy a csillámok picit intenzívebbek legyenek majd a körömtövébe, vagy elkészítheted úgy is, hogy egy picikét fedjék, fedje le a ráépülő anyag. Ezt majd mindjárt kifejtem picit bővebben, csak amikor ilyen aprólékos munkát végzek, akkor nem nagyon szoktam tudni Folyamatosan beszélni, mert akkor tuti valami mellé megy. Ugye egy glitter minél kisebb a köröm, annál kevesebb csillámot fogsz beleépíteni, de a köröm tövébe ez mindig intenzívebb lesz. És ahogy szeretnéd előrébb hozni a kis csillámokat, úgy használsz majd egyre kevesebbet, és amire figyelsz, hogy a végén már egy kicsit így el is mosom őket. Egyre kevesebb csillámot húzok szépen előre. Ide még rakok egy keveset. Na, no, és picikét így. Ne legyen határozott vége a csillámoknak, erre figyeljetek mindenféleképpen. Mát is be a lámpába. És a következő lépés pedig az lesz, hogy fölviszem az akrél zselét. Most az akrél zselénél ugye mit kell tudnotok? Ha csak önmagában használod, és mondjuk egy töltésre vagy építésre szeretnéd használni, nem feltétlenül szükséges bézgélt tegyél alá, mert rendkívül jó a tapadásuk de hogyha mondjuk egy technika igényli, hogy legyen alatt a bézgél, mint jelen esetben, akkor természetesen tehez, de tényleg a legmagacsabb körömre is nagyon jól fog tudni tapadni. Ugye az erőssége az gyakorlatilag majdhogy nem egy porcelán erősségű anyag, viszont nagyon könnyen kezelhető, ő lesz a, a Nagyon könnyen kezelhető, nagyon könnyen reszelhető, az is egy nagyon fontos része a dolognak. És ugye csak a lámpába fog majd megkötni. Lehelyezem a szabad széli rész elé ezt az anyagot, belemártom a folyadékba a porcelán, illetve most már az akrilzselé ecsetemet, és egy picikét a felülethez képest egy olyan 45 fokos szögben fogom tartani az ecsetet, próbálom úgy, hogy éles legyen, szépen elkezdem rámosni a csillámokra. Viszem hátrébb az anyagot, és akkor lesz nagyon-nagyon szép a színátmenetem, hogyha a csillámoknak körülbelül csak a felét fedi le ez az akril Jó a nyomó ennek az ecsetnek, nagyon szépen tudok vele hátrafelé dolgozni. Picit rádolgozom. Felületre, elfedem a csillámoknak a felét. No, majd, ha ezzel vagyok, akkor elkezdem nyújtani előre. És ahogy nyújtom előre, igazítom, alakítom ki a vékony elvastagságot. Ha egy picit soknak érzed az anyagot, akkor levehetsz belőle ugyanazzal a kis spatulával, ami a kezedben volt. Nézzétek nekem egy picit sok, mert elég vastag lett az élvastagság, akkor fogom, leszedek belőle egy keveset, maradhat is a spatula végén a következő körömnél, föl tudod használni, és szépen tovább nyújtod előre. Nagy előnye az akril zselének, hogy nagyon pontosan fogsz tudni vele dolgozni, tehát ha jól belőled az anyagmennyiséget, és szépen elteríted magát az anyagot, akkor szinte alig kell reszelővel uh, hozzá nyújjál, és rendkívül gyorsan el tudod készíteni vele a kis színátmenetet. Jó, megint más a dolog, amikor mondjuk egy francia körmöt szeretnél vele elkészíteni. Ugye ott nagyon könnyen fogsz tudni körömágy hosszabbítást kiépíteni. Szeretnétek látni egy francia körmet ezzel az alapanyaggal? Csinálok nektek egy... Chrome Mirror már bemutattam, viszont ne aggódjál, hogyha lemaradtál róla, mert vissza tudod nézni ezt az adást, mégpedig a kristálnéz.hu per nem, bocsánat, krisztálnélsz, per TikTok kötője live oldalon keresztül, ezt is, illetve az összes többi adást is vissza fogjátok tudni majd nézni. Jó, úgyhogy ne aggódj, most az akril zselékkel dolgozunk. Ugye most láttátok a Milky Pinket, most meg fogom nektek mutatni a grézs árnyalatot is, jó, és ezzel fogom elkészíteni a körömágy hosszabbítást. fölveszek egy nagyobb gombócot, lehelyezem kb. oda, ahol a mosolyvonalam legmélyebb pontját szeretném, és nézzétek, első körben elkezdem hátrafele kialakítani a színátmenetet. Viszem a hátsó bőredőig az anyagot, tolom hátra, tippen annyira nehéz dolgozni, nincs, ami alulról alátámaszon, úgyhogy bocsi, ha itt bénázok egy picikét. Menet közben törlöm folyamatosan az ecsetemet, és nem azért, mert mondjuk belekötne az anyag, hanem nem szeretném, hogy túl sok folyadék legyen az ecsetben. No, ha kialakítottam hátrafelé a menetet, akkor utána ráfektetem a középvonalra az ecsetemet. Nézzétek csak! és elkezdem előrefele, magam fele nyújtani az anyagot. És ilyenkor ez a nyújtás, ez úgy nézzen ki, hogy nem egy vízszintes ecsettartással dolgozok, hanem egy picikét így, mintha fölfele akarnám húzni, és ezáltal ki fogom tudni alakítani a mosolyvonalnak a legmélyebb pontját. Anélkül, hogy mondjuk elnyomnám azt a falat, ami nekem kell majd ahhoz, hogy francia körmet tudjak készíteni. No, igazítom az ecsetnek az élével, illetve a hegyével a mosolyvonal legmélyebb pontját. Törekszek rá, hogy a sarokpontok azok valóban pontban végződőek legyenek. Ilyenkor egyébként az ecset hegyével, nézzétek, én kis fűrészelő mozdulattal beszoktam nyúlni a sarokponthoz, és akkor tuti, hogy nagyon klassz kis pontban végződő sarokpontot fogok kapni. Közítom. Próbálom úgy tartani, hogy ti is lássátok, meg én is. Ja. Oké. Okay. Jó, megvan a megfelelő falmagasságom, akkor berekom a lámpába, és akkor ha már franciát építek, akkor nem csak egy sima franciát fogok építeni, hanem meg fogom nektek mutatni, meg fogom most reszelni a mosolyvonalat egyébként, de előtte kiépítem a teljes magasságot, és meg fogom nektek mutatni az új szánszás, virágos, szárított virágos kis építő zseléinket. Brutálisan gyönyörűek. Jó, visszavettem a kezembe a kis tippet, a grézs árnyalattal kiépítem a körömeidnek a teljes magasságát. Eldolgozom hátsó bőredőtől sarokpontig egyik irány, hátsó bőredőtől sarokpontig másik irány. Ráfektetem a felületre, és most már vízszintesen húzom előre felé az anyagot. Tényleg olyan kis porcelán színe van, olyan kis elefántcsont színe van. Ó, és amíg ő megköt, addig csinálok egy pici rendet itt az asztalon, mert minden úszik egy picit nálam a krómporba. Egy pillanat csak mozdítom a kamerát. Csinálok egy tiszta munkaterületet. Na, mennyivel egyszerűbb, amikor úgy tudsz dolgozni, hogy megy az elszívó is, ugye? Jó, munkaterület kész. Jó, jó, sokan vagytok. Mutatom nektek, amíg megköt a zaklés zselé, hogy mivel fog a szabad céli rész elkészülni. Én nagyon-nagyon szeretem a 3D mozaik technikát, és hát képzeljétek el, hogy tök jól lehet, eddig akrélzseléből csináltam, viszont most érkeztek ezek a gyönyörű szép építő zselék, szenzből, amit kicsit ilyen üveghatású anyagban vannak benne, ilyen kis szárított virágdarabkák. És annyira, annyira szépen el lehet vele készíteni, földobni bármilyen jellegű körmöt, ugye ő egy lila árnyalat volt, ő lesz a kis rózsaszínünk, már is mutatom, baby pink névem, most itt a képernyőn egy picit olyan sárgásabbnak tűnik, de nagyon szép rózsaszín árnyalata van, Jó, illetve a kedvencem a fuxia, Uh, nem kevés benne a virág. Nyilván ez mihez képest? Ha viszont ennél több lenne benne a virág, az már az anyagnak a szerkezetét károsítaná. Mert ugye, ahol nincsen virág, uh, ott ugye zselé van, és az kell ahhoz, hogy kössön. Ha viszont sokkal-sokkal több lenne benne a virág, akkor uh, a szerkezetben okozhatna kárt de ezt is ugye egy picikét föl tudod keverni, tudsz vele játszani, hogy mennyi virágot szeretnél elővenni, tehát ez tényleg attól függ, hogy mire akarod használni. Jó, tehát ennél többet nem lehet sajnos beletenni, próbálkoztunk, én is uh, néztem, hogyha sokkal több virág van benne, akkor milyen az állaga, milyen a kezelhetősége, de, de sajnos az úgy nem volt jó, tehát olyan anyagot szerettünk volna nektek elkészíteni, ami valóban bírja a strapát, és ez bírja, tehát ez ez az anyag, az olyan lehet, hogy akár alapréteg nélkül is, tehát bézgél nélkül is, gyönyörű szépen megtapad a felületen, lehet vele szabad hosszabbítani, csinálhatsz beépített díszítést vele, tehát tényleg nagyon-nagyon sokrétűen felhasználható és erős. Jó? Tehát hosszú, rövid körmökhöz fogod tudni használni, úgyhogy bátran lehet menni vele bele a buliba. No, hát egy mosoly van a reszelést fogtok látni, már most igényelni a nagyobb kiszerelés? Na, ennek örülök, egyébként tényleg bomba jó anyag. Jó, gyorsan megreszeljük a mosolyvonalát itt ennek a tipnek. Első körben a sarokpontoknál igazítom. Néhánykor mindig egy kis nútot szoktam reszelni a sarokponthoz, hogy belekapjon a reszelő. Most a vendégkörmét nem fogom ennyire forgatni, de itt a tippen, hogy az alátámasztás meglegyen, itt át kellett, hogy fordítsam. Másik oldalon a sarokpontot megreszelem. No, és hogyha úgy ítélem meg, hogy a két sarokpont megfelelő magasságban van, akkor reszelem meg a szabad széli résznek ugye magát a formáján. Ugye, ami tévhit szokott lenni a mosolyvonal reszelésnél, az az, hogy ó, mindegy, hogy építem ki azt a mosolyvonalat, majd megreszelem. Hát nem, mert hogyha nem pontosan épített ki, akkor a reszeléssel nem fogsz tudni vele nagyon sokat igazítani. A mosolyvonal reszelés arra való, hogy élesítsd vele a már kialakított faladat. Jó, teljes körmöt fettem, vele meg sem mozdul, tényleg nagyon-nagyon jó. No, ha miután megreszeltem az élét a mosolyvonalnak, elkezdem megreszelni a falát is, a felszínét. És akkor most ne törjön el a típ, mert ilyenkor az szokott lenni, ha tippen dolgozok, hogy nagyon erősen tartom. De ahhoz, hogy valóban éles mosolyvonal falat kapjak, szépen átdolgozom. Hoppá, Viszem a kamerát is a mosoly a falát. Jó, és hogyha ezzel meg vagyok még egyszer rá szoktam élesíteni az egészre. Ugye, aki nézte a hétvégi körömhajó rendezvényünket, az ezt a technikát már ezekkel az anyagokkal láthatta Újvári Barbitól. Én szerelmesen vagyok a 3D mozaik technikának, és amit ez a csajszia alkotott ezekkel a zselékkel, engem annyira megfogott, hogy én, én győrben voltam körömhajon bemutatozni, ott is megmutattam, és most nektek is megmutatom, mert, mert fantasztikusan gyönyörű, tehát 3D mozaik technikát láthattok majd. Aki tudja, mi ez a 3D mozaik technika, az most így nyomhatna nekem egy-két szívecskét. Kíváncsi vagyok, hogy hányan vagytok, akik ismerik ezt a technikát. Páran voltatok is nálam már ezzel kapcsolatban továbbképzésen. Ó, azért vagytok egy páran, szuki Gyertek, gyertek, hagyd lássam, mennyien vagytok! Jó, az a 3D mozaik technika, ez gyakorlatilag gombócokból fogom kiépíteni a szabadszéli részt, és egy nagyon különleges hatást fogok elérni. Ahhoz, hogy érvényesülni tudjon majd ez a mozaik technika, szükségem van a gombócok között, hogy megfessem a falat. A falat valamilyen színnel kell, hogy majd megfessem, és ez a szín, az ugyanaz a szín kell, hogy legyen, mint ami az alaprétegnek a színe. Nyilván ez most itt átlátszó, ezért használni fogok egy fehér géllakot, mégpedig az Icy White 3 Step géllakot. Nagyon szeretem, mert egy rétegben is gyönyörűen fed, nagyon szépen pigmentált, Ó, és szépen megfestem a mosolyvonalnak, nem csak a szabad széli részt, hanem az egész mosolyvonalnak a falát is ezzel az anyaggal. Szabad szélen vékonyan dolgozok, és a falat úgy megkenem, hogy egy kicsit föl is kenem a felszínére. Így biztos, hogy mindenhol lesz anyag. És amire fontos odafigyeljetek, hogy itt a falnál, itt ne legyen kivastagodva az anyag, tehát ne az legyen, hogy itt ki van töltve, látszódjon, hogy ott egy éles fal van, és hogyha ez megvan, mehet be a lámpába. Jó, ezt a fehér gellakot nem rakom messzire, mert még szükségem lesz rá, egy kis palettára teszek ki belőle, ugyanis ezzel fogom majd egy kis gombócokat megfesteni. Oké. Okay. Jó, osztátok meg Léci a videót, lájkoljátok, like szóljatok mindenkinek, aki nincs itt, hogy jöjjön. Most egy nagyon klassz kis technika fog következni. Jó, igaz, tippen, de magát a technikai részét nagyon szépen fogjátok majd látni. Jöhetnek a kis virágos építőzseléink. És ugye, mint említettem nektek az elején, én ezt a 3D technikát eddig csak akrilzselével készítettem el mert a zselék önmagukban nem feltétlenül voltak elég magasságtartóak, kivéve ha mondjuk puding dolgoztam és géllakokkal, de az már egy más történet. Itt viszont teljes magasságban tudom használni ezeket az anyagokat. Mégpedig úgy, nézzétek, hogy csak föl fogok venni egy kisebb gombócot, spatulával, nem ecsettel, spatulával, és csak, és csak le fogom helyezni ide a szabad céli részre. Nem nyúlok hozzá, nem dolgozom el, az az anyag ott marad a helyén, és berakom a lámpába, így ezt a kis gombócot. Jó, egy villámköttetést követően fogom, kiveszek egy következő gombócot mondjuk ebből a fuxiából, és lehelyezem a felületre, mondjuk ide, arra figyelek, hogy a két zselé, amit fölrakok, ezek ne érjenek össze. Jó, én most lehet, hogy a, a bébi pinket nem fogom használni, mert nekem a gréshez már sok lenne a három szín, úgyhogy csak a fuxiával, illetve a violettel dolgozom. most és egy kötetést követően, és csak veszek föl ebből a fehér amit ide a palettára kentem és kikenem ezeknek a kis gombócoknak az oldalát. Ugyanúgy, mint amikor a mosolyvonal falát kenet ki, vékonyan. Hogy ide is. Majd mehet be a lámpába. Ugye azért kell ezeknek a falát megkenjem, mert ez fog nekem reszelés után egy nagyon szép kontúrt biztosítani majd. Úgyhogy gombóconként haladok szépen. Azt gondolnád egyébként, hogy ez egy nagyon macerás technika, de egyébként tényleg annyira könnyen és gyorsan lehet vele körmöt építeni, hogy szinte hamarabb megvan, mintha megfestenéd akár a mosolyvonalat franciára. Közben itt én készítem elő a csiszológépemet, mert azzal fogok majd dolgozni. És villámköttetés után jöhet egy következő gombóc. Szárított virággal, Na, no, és ne felejtsétek el, amíg én itt ezeket a kis gombócokat fölviszem, hogy ugye megnyitott az új üzletünk, mégpedig az Aréna Plázában Budapesten, és a mai naptól egészen vasárnap estig a nyitási akciókkal várunk titeket, ami azt jelenti, hogy bármire, tehát bármi, amit meg szeretnétek vásárolni, mindenre van 10% kedvezmény. Tehát ha mondjuk valaki most tervez csiszológépet, vagy lámpát, vagy bármit venni, az az, az szerintem érdemes, hogy ellátogasson, jó? Úgyhogy menjetek, jó? Tehát Arena a Tesco mellett megtaláljátok a Krisztánél szűzletet, várnak benneteket a lányok sok-sok szeretettel, mondjuk ide még egy kicsit ebből a rózsaszínből. Ó, tehát a mai naptól egészen vasárnapig. Találhattok egyébként a Krisztán és Tiktok oldalán nagyon klassz kis videókat, amiket kis kollégáink csináltak magáról az üzletről, úgyhogy látogassatok el szépen oda minél többen, és vásároljatok, mert én például nem hagynám ki ezeket az akciókat. Tehát ha most valami megtetszett azok közül, az anyagok közül, amit használtam, itt a lehetőség, hogy beszerezzétek. Ó, most ugye azokat a kis részeket töltöm ki, ahol ugye még nincsen a rózsaszín anyagból. Ez az a fajta köröm, ami miközben építed, akkor fogja a fejét a vendég, hogy úristen, mi lesz ebből. Viszont, szia virág! Hello! Jó, viszont ebből ugye a végén, reszelés után fogod meglátni, hogy milyen szép kis alkotás készült. Itt is ugye kifogom kenni azokat a peremeket, mint az előbb, ugye ja, a kis géllakkommal, tippen egy kicsit ezt úgy vicces kivitelezni, de meglátjátok majd, milyen szép lesz a vége, még két hely van, ahova be fogom tudni tenni az építőzselémet, erre egyébként nem fog már kelülni plusz borítás, mert ha ez megkötötte, akkor utána rögtön meg tudom reszelni, és nincs más dolgom utána, mint fényzselével borítani. És mint láttátok, nem használtam építőecsetet, hanem csak a spatulával vittem föl, egyébként ugyanígy használom, amikor a akrilzselével dolgozom. Ott egy kicsit hamar vettem ki a lámpából, jaj, még a fehér géllakom nem volt teljesen megkötve, de nem baj, mert a lámpába visszateszem, és a kötésidő az egyébként folytatódni fog. És még ide helyezek egy keveset ebből a lilából. Jó, és akkor most már tényleg nincs más hátra, mint megkössön. Kell neki a LED lámpában körülbelül egy-kettő perc, és akkor utána szépen fogjuk tudni dolgozni. No, nekem nem akad. Akad nálatok, lányok? Szerintem most jól működik, mert én nézem közben laptopról is, és én úgy látom, hogy működik. Tegnap volt egy pici probléma, azért raktuk át ugye mára ezt az élőadást, és viszont nagyon sokan néztek engem, viszont még nagyon messze vagyok a százezer lánytól, úgyhogy Léci, kezdjétek el dobálni nekem a szívecskéket, főleg te virág, mert tudom, hogy annyira szereted. Haha. -ha. Küldjétek Monának a szívecskéket, ha tetszenek a körmök. Léci kérte admin, és én is kérem tőletek. Na, no, itt csinálom nektek itt ezeket a jó kis körmöket már 8 óra óta, és az a durva, hogy én azt hittem, hogy én itt fogok ülni este 8-kor, és majd itt kukán nézek ki a fejemből, hogy vajon miről fogok én itt nektek beszélni, és az a nagy helyzet, hogy alig bírok leállni, úgyhogy még nem menjetek sehova, még van egy-két dolog, amit meg szeretnék majd mutatni nektek. És ahogy nézem, egyébként bejön nektek ez az esti liveozás. lájvozás. Van közületek itt olyan, aki egyébként a délután kettőkor tartott lájvokat is szokta nézni. Mondjuk így a nevek közül, amit láttam, azért vagytok egy páran. Olvasom itt közben a hozzászólásokat. Sziasztok, sziasztok, gyertek! Jó, és a szépen, de jól megytek fölfelé. 61, 60, kettő lesz mindjárt, délután kettőkor szinte mindig dolgozom, igen, nagyon bejön az esti live. Hát lehet, hogy akkor fogunk ilyeneket csinálni még. Jó, te is most még dolgozol. Ú, Kriszti, akkor kitartás nektek. Kitartást annak, aki még dolgozik. Egyébként régen én is gyerkőc előtt még volt, hogy este kilenckor fogadtam az utolsó vendéget, és volt, hogy 10-11 óra, mire hazajöttem. Hát azok a durva idők voltak, de annak is megvolt a szépsége, pont azt beszéltük virággal a tegnapi nap, csináltunk egy kis random live-ot. Na nézzétek, ilyen kis ronda uh, lett, de majd most mindjárt elkezdjük lecsiszolni, és akkor nagyon szépen előjön maga a forma. Hát én ezt itt nyilván nekiállhatsz kézzel, de uh, reszeljen kézzel a fene. Én nagyon-nagyon szeretek gyorsan túl lenni a reszelésen, ezért kézzel fogom elvékonyítani ezt az anyagot, és megint csak imádkozok, hogy ne törjön le a típ, mert itt ilyenkor erősen szoktam fogni a tipnek a nyakánál, és ami miatt jó még, hogy külön fölkentem a fehéret a mosolyvonalra, közben jöhetnek a szívecskék, hogy látom, hogy mikor éltem el a ja, természetes határvonalát a körömács hosszabbítónak, és akkor tudom, hogy ott már nem reszelhetek többet. Majd oh, szépen levékonyítjuk az anyagot, előkerülnek a kontúrok, előkerül a mosolyvonal, és előkerül a végén egy nagyon-nagyon finom színhatás. Igen, bocsánat, nem láttam, hogy nem látjátok, most innen láthatjátok. Próbálom úgy készíteni, hogy jó legyen. És azáltal, hogy ugye ez a kis virágminta ilyen üveghatású, benne ez a zselé, egy nagyon-nagyon érdekes kis hatást fog majd nekünk előhozni. Ugye szépen ez reszelés közben adja ki a mintázatot. Szerintem nagyon-nagyon egyszerű. Nyilván lehet ezt fokozni, és lehet olyan mintázatot készíteni, hogy, hogy meghatározod, hogy mit szeretnél a végén te látni a szabadszéli részen. Az már egy külön művészet. Ezzel pedig így random lehet dolgozni. Na most uh, én a vendégnél meg szoktam fordítani így a kis kezecskéjét, és én innen alulról szoktam nézni, hogy mi az, amit reszelhetek még. Ugye alulról belenézek az élvastagságba, és úgy vékonyítom tovább az anyagot, ahogy itt is. És hát azért ezért reszelem ugye Gépe, mert itt azért egy picikét több anyagot használsz el, mint mondjuk egy sima körömépítésnél, viszont hát az árat is magasabbra tudod szabni egy ilyen körömnél. Úgyhogy ha nagyjából megvan a formád, nagyjából megreszelted az anyagmennyiséget, levékonyítottad úgy, ahogy egyébként ki kéne nézzen egy építés után, akkor utána lehet a kézire szelőt elővenni. De már szerintem most látjátok, hogy milyen uh, klasz kis feelingje van ennek az anyagnak. Jól van, látom, látom. Mit szívtok el? Mit szívtok el? Én is szeretnék. Jól van, toljátok, figyeljetek, mindjárt elérem azt a százast, uh, úgyhogy mehetnek még, még följebb. Szívecskéket toljátok, toljátok. Ugye milyen király? Na, leállítom a csiszológépet, félkézzel amennyire tudom. Kicsit leportalanítom magam, mert durva a pormennyiség így elszívó nélkül, és akkor ezt követően használhatom ugye, a kis kézi reszelőmet. Nyilván egy tippen, kicsit szívás ezt megreszelni, főleg, hogy a kamera itt a két kezem között van. Jaj, bocsi. Jó, de mandula forma reszelése. Jó, alsó-felső párhuzam mind a két oldalon. Majd ezt követően fölül nézetből kialakítom azt a formát, amit látni szeretnék. Ez azért fontos, mert így lesz tíz egyforma mandula körmöd, hogyha ez megvan. És csak akkor jöhet a szabad cél, illetve az élvastagság. Milyen csiszológépet ajánlok? Hát igazából a minimum egy 25-30 ezeres fordulatszámot tudjon, lehessen rajta jobb és bal kézforgás irányt váltani, könnyű legyen a kézi egysége, az nagyon fontos, mert ugye, ha használod, és az, az nehéz, az, az kényelmetlen a munkába, úgyhogy igazából, ha mondjuk nálunk megnézed a webáruházat, el kell döntsed, hogy mire akarod használni. Van egy nagyon jó kis travel drill csiszoló gépünk, aminél lehet állítani a forgás irányt, 25 ezret tud, azt hiszem, a, a sebessége, viszont egy pici kis kompakt, könnyű gép. Ha valami komolyabbat szeretnél, akkor például ott vannak a nagyobb gépeink, azokat is bátran tudod használni, Úgyhogy nézzétek körül a webshopom. Köszi itt az ajándékokat, csajok, nagyon cukik vagytok. Nagyon sokan néztek, mindjárt megvan a százezer lájk, figyelj, mire a fényzselét elkezdem felrakni, addig a toljuk már fel odáig, Léci. Jó? Toljátok nekem, Hagy azok a kis szívecskék, én addig itt erre szépen. Kialakítom a szép formát. Alulról igazítom az oldalvonalat. Jó, és hát ugye most itt egy tippen dolgozok, Köszi, köszi, köszönöm, Szabina. Egy tippen dolgozok, úgyhogy nem lesz annyira szűk ez a mandula, mint egyébként mondjuk egy szalonköröm esetében csinálnád, de azért a szépségét ezt látjuk így is. Cukik vagytok, cukik vagytok, gyertek! Jó, most le fogom finomítani a körömnek a felületét. Egy Ironix buffit használok hozzá szépen lemattítom, a kis karcokat kiszedem belőle, dolgozok mind a kettő oldalával. Ne felejtsétek el, hogy ez az adás, mint minden TikTok live visszanézhető, pedig a kristálnéz.hu Per, nem, bocsánat, krisztálnéz per TikTok kötője, live oldalon keresztül. Jó, ezt mindig belekavarodok, vagy pedig van a Krisztálnéznek egy klassz YouTube csatornája, és ott is vissza tudjátok nézni ezeket az anyagokat. Hú, itt közben addig beszéltem, hogy már túlléptük és 105-nél járunk, menjetek csak tovább, hogy jöjjenek a lájkok, hosszátok megléci, és hát ne felejtsétek el bekövetni a Krisztálnézt, mert nagyon klassz kis tartalmakkal szoktunk nektek készülni, és ha bejelöltek a kis csengő ikont, akkor nem fogtok lemaradni az eseményekről. Szóval fogunk nektek mindig szólni, hogy most van live, mikor készüljetek, mire készüljetek. Picit megtörlöm a képernyőt, mert szerintem telement porral. Jó. Ja. Meg egyébként engem is bekövethettek TikTokon, én Majnik Mona vagyok, Majnik Mona néven megtaláltok engem, ott is klassz kis tartalmakkal, jó, nyomjátok a képernyőt, nagyon cukik vagytok. Jön a fényzselé, figyé. Ezt szeretem, mert ilyenkor jön a magic. És annyira, annyira feelinges egyébként ez az üveghatású anyag. Nagyon klassz kis dolgokat lehet vele kihozni, tehát ez a, ez a kis virágos építőzselé szerintem egy álom. Jó. Hát a hátsó bőredönő reszelést ne nézzétek oda, nem mertem benyúlni a reszelővel, mert féltem, hogy letörik a, a tip. Nyilván nem szokott ennyire peremes maradni. Jó, tehát ugye ő a grézs árnyalata az akrézselének, és ezen fönt pedig újvári Barbie ihlete, kis 3D mozaik francia köröm. Én szerintem nagyon klassz lát, és ugye biztos, hogy vannak új csatlakozóink, úgyhogy nem ússzátok meg, hogy megmutassam nektek, a kedvenceimát. Már lát, hogy már sokan láttátok, nézzétek. Jó, ők a Tiger Eye szilkák. A Heather, a Destro, a Cinnamon, illetve a Moon árnyalatban, ugye ők ilyen nagyon klasszikus mágneses géllakok, illetve a Sense Metal, illetve, bocsánat, Sense Magnetic Flash árnyalatai, amik ezek a reflektív színek, mágnesezhetőek ők is. Szia, Adrián, téged tanítottalak, most vizsgáztál, nagyon gratulálok. Igen, ez van a kezemen, Ó, a, a flash, illetve a Sense uh, uh szék. Na, most már lassan nem fog tudni megszólalni a beszédtől. Jó, ő lett ugye a kis 3D mozaikunk készítettem közben nektek ilyen kis tükörporos díszítést, készült ombresprével színátmenet és matrica, és most még egy három step színt szeretnék nektek megmutatni. Nagyon klassz három step készültünk most nektek. Bírjátok még amúgy? Ha? Még toljuk egy kicsit, már nagyon belelendültem én is itt a dologba. És ha már péntek este van, és nem bulisztok, akkor legalább most igyatok meg egy pohár valamit, és hallgassátok, hogy mit mesélek nektek. Jó, bírjátok simán, jól van, örülök nektek. Jó, toljátok, toljátok a szívecskéket. Amíg jönnek a szívek, addig én is itt vagyok. Jó, hát megmutatom nektek ezt a gyönyörű 197-es három step kristalakot. Ő egy ilyen eszméletlenül gyönyörű koralos piros színárnyalat. Jó, a 198-as rózsai bolya, ugye az évnek a trend színe. Ő is nagyon szép. Egy nagyon szép májva 199-es árnyalat. Illetve egy 200-assal érkezett egy nugát a nude szín kedvelőinek eszméletlenül gyönyörű de most menjünk vissza erre a kis pirosos sárnyalatra és mutatok nektek egy izgalmas kis díszítést körmöt ehhez, amit használni fogok tegnap itt szakadt fél be egyébként a live és ezzel fogok tovább menni no. első rétegben fölviszem ezt a gyönyörű szép 3 step színünket 197-es árnyalat már egy rétegben gyönyörűen fed. Mutatom, mi volt a második. Uh -uh -uh. Na csak elpakoltam. A rózsai baja volt, ő a második, gyönyörű szép. Jó, gyertek, jöhetnek a szívecskék, osszátok meg az adást, és ne felejtsétek el, hogy aréna Plaza akció vasárnapig 10% kedvezmény mindenre, az összes újdonságra, gépekre, eszközökre, tehát bármi, amit most megveszel, személyesen odamész, és 10% kedvezményt kaphatsz, illetve kapsz is, hogyha ott vásárolsz. És ugye ombre spray erről már volt szó, az ombre teheted nyers anyagba, lehet ez szín, lehet ez bézgél, lehet ez fényzselé, én most ebbe a három step színbe fogom ezt a kellemes színt földobni, egy őszi hatással, mégpedig a 11-es, kicsit ilyen rezes, árnyalattal, és nézzétek, új itt közben gratulálnunk kell Varga Noéminek, akinek ma volt a képesítő vizsgája, és sikere lett, úgyhogy amik most jönnek szívecskék, és minden egyéb, ez most mind neked szól, Noémi, gratulálunk neked, hogy sikeres lett a vizsgán, és nagyon-nagyon sok szép, boldog időt, és sok vendéget kívánunk neked is, és mindenkinek, aki most végzett lányok, jó? Nagyon szép szakma előtt álltok. No, tehát nyers anyag, ombrespré, egy kicsit ilyen metálos, rezes árnyalat, egyből egy olyan nagyon vagány őszi díszítést fogunk elkészíteni vele, most még így kicsit hosszába szeretném, hogy intenzívebb legyen, majd a szabadcili részre, picit már ugye viszintesen tartva, fektetjük rá az ombresprét, tolom, 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 no. És mondjuk egy ilyen színát menettel én most első körben ki is elégszem. Megy be a lámpába. Jó, és ezt követően, tudjátok, mit fogok csinálni? Le fogom első körben mattítani a körmöt, ugyanis, hát nem, még nem mattítom le a körmöt. Az új lenyomatommal fogok rá egy mintát készíteni, képzeljétek el, mégpedig fehér ártgélt fogok használni, és valóban a kis ujjacskámat. Ó, illetve a nyomda fejet fogom használni, egy kicsit letisztítom egy szöztelenítő hengelre, és egy nagyon-nagyon keveset ebből a fehér árgélből ecsettel, ez lehet akár a fantom ecset, nézzétek, fölviszek ide, tényleg csak egy kicsit. Jó, egy picit le is itatom itt a papíron, mert nagyon-nagyon keveset szeretnék csak használni belőle. Megtörlöm az ujjacskámat. És az ujjam lesz maga a nyomdafej. Az ujjamat fogom használni. Tényleg nagyon-nagyon kevés. Ez csak nagyon sűrű, pigmentált festő vál, mint amilyen az átgél. Ilyennel tudjátok elkészíteni. És figyelj, ide a körömnek az oldalára, rá fogom nyomdázni az ujjamat. Lett rajta egy új lenyomat. Imádom, nagyon szeretem az ilyen kis, uh, egyszerű vagány mintákat. Arra figyeljetek, lányok, hogy aki esetleg allergiás uh, valamelyik alapanyagra, akkor ez ne az be az ujjacskáját használja, az ezt a mintát ne készíts el. Nálam viszont szerencsére nincs ilyen, a legtöbb körmösnél nincs ilyen, de ha nálad mégis van, akkor, uh, akkor az ujjacskáddal nem mintáz. Jó? És nézzétek, van rajta most már egy kis ombrespré, egy kis új lenyomat. A következő lépés pedig az lesz, hogy le fogom fedni Fényzelével. Ugye a fényzselének a felületére, hogyha ez megszárad, fogok használni az öntapadós nyomdából, az egyik szép őszi árnyalatból, vagy az egyik őszi mintából egyet, amivel kiegészítjük. Nekem ez nagyon nagy kedvencem lett. Vannak rajta falevelek, egy kis arany, egy kis minta, egy kis felirat, nagyon-nagyon klassz kis motivumok vannak benne, és mondjuk, hát, legyen ő. Ugye ez öntapadós, tehát szilikonos, fényzselének a felületére fogod felragasztani, Nézd, és ide az új lenyomat, illetve az spray közé fogom fölhelyezni. Rásimítom a tipre. Jó, és föl fogom még dobni, mert nekem ez így még kevés, és mivel vannak benne alapból kis fekete pöttyök, újra elő fogom venni a konfetti toppot, hogyha megtalálom. Jó, egy ilyen mattó, vannak benne kis fekete Borza, Borzalmas. Hát figyelj, kinek mi jön be. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a mintákat, én nagyon szeretem ezeket a rozsdás árnyalatokat. Nem mindenki szereti, tudod, a kis virágokat, vagy az indamintákat, hanem az egy kicsit ilyen vagányabb díszítéseket. De hát ugye ez kinek mi ami bejön. Ráhelyeztem ezeket a kis pöttyöket, picit megkötés és utána fényzselével fogom tudni borítani. Villámköttetés után, és egy abszolút őszi hatás alatt vagyunk, és ez egy ilyen kis mindent bele Köröm. Nekem például ő nagyon nagy kedvencem ez a kis díszítés. Hát figyeljetek, igazából mindenki kinyilváníthatja a véleményét, nem tetszhet minden mindenkinek, ezzel nincsen semmi baj. Jó? No, hát szerintem én most már lassan a végét járom itt ennek az estének, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a türelmeteket, a figyelmeteket, kipakalom még azért ide ezeket a kis dolgokat, az utolsó szívecskéket megköszönöm, hoppá, és elköszönök, elmegyek én is aludni, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és legközelebb találkozunk. Jó? Szép estét kívánok mindenkinek, köszönjük, hogy velünk voltatok, Plázza vasárnapig 10% azt ne felejtsétek el, illetve visszanézhetitek az adásokat a Krisztán TikTok kötője live oldalon, illetve a Krisztán Élszes keresztül. Sziasztok! Jó éjszakát!